Így, Bala bácsi. Hát, Istenem ilyet. Ó, hát végén kecske leszek. Persze, 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 így van, így van. Így van, és akkor cégnév, mi legyen a cégnév? Helyből, felsz, de ki se félre, tehát mekkora hülyeség. Most akkor mit a, milyen cégneved adja neki, Mirag Esport? Te, nem fér ki a T betű. MRG legyen a MRG Taxi Társaság. MRG. Taxi. Hát nagyon kreatív vagy, Maróka. Az igen. Na jó, rendben, örülök ennek bel. Szuper. MRG Taxi. De az alapból benne lesz szerintem. És itt lesz az emblé... Júj. Jó. Isten. Hát mint egy labdarúgó csapatnak olyan logónk lesz te. Várjál. Hát ez meg olyan, mint a Waffen SS-nek bazd meg a logója. Hogy nem? Hát nézd oda. Ohoho, te. Nem olyan? Hát dehogy nem. Waffen SS. Gyerekek, SS tisztek leszünk. Hoppácska. Mi a fele? Bala bácsi a különleges ügynök. Taxi. Ezek annyira nem tetszenek ezek a logók. Kacsa. Legyen ez az kész. Vállalat színei. Hát fekete helyet legyen mondjuk, milyen legyen. Ilyeneket lehet állítani. Hát kíváncsi leszek erre a játékra. Fekete-fehér, az szevasz, tavasz. Ennyi. Nincs igazam? Vagy esetleg van valami... De nincs bordó például. Itt lehetne kikeverni? Nem lehet kikeverni. Nincs bordó. Hát akkor lesz így, az kész. Következő szakasz. Ennyi volt. És már megy is a játék? Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architecture. Ez nem Monte Carlo. From the bustling narrow streets of the Gothic quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver. Azért itt komolyan lehet majd rallizni, gyerekek. Esküszöm, nagyon gondolkodtam azon, hogy kormánnyal fogjuk játszani ezt a játékot. Komolyan, nagyon. Borzasztóan. Nagyon. Egy hajsz... De mondom, tégla kormánnyal hogyan? Ez milyen hülyén néz neki. Mi van? Ne basszatok, most komolyan autós iskolám. Welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first. So let's get started. You have the option to skip this and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu. But hey, just a heads up. Learning the rules now could come in handy later on. Szabályok megtanulása most én jól jöhet a... Jaj! Na jó, hagyjál már engem békén. The engine is turned on and you see that the dashboard panel is now working. There is lots of interesting information. For example, your speed and Osta. Fuel level. Red be is kapcsoltam, baszki, kurva meleg van itt bent. Ablakot nem tudom leengedni, dehogy nem. However, your car is new and ready to go. So for now, you won't have to worry about that. Release the handbrake by pressing the handbrake button. Így könnyék ki! Azt mehet is a parti. Na hadd szóljon. Most mi van, gyerekek? Kioldottam a kézifékot. Now you can drive. Increase the speed. Great job. Just keep in mind that the game will require you to make numerous precise maneuvers. Your level of control on the type of control device you're using. The control system has been designed to enable you to navigate through narrow streets. Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that the steering wheel nem fogom játszani, tehát tégla kormánnyal. Dehogy. Pick up speed as they approach their left or right. Jó van, elég lesz most már dumából. Marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Csak hát ez meg nagyon hülyén fog kinézni, ezek a gyors mozgások jobbra balra, de van azt hiszem külső nézet. Hát így van. Itt van. Ami kevésbé lesz irritáló.
Azt hiszem erre kell jönni, tököm tudja. Nem mindegy. Így lehet hasítani. És akkor most mentem egy kört lényegébe. Jaj. Hát most megjöttem, gyerekek, mi van? Megjöttem. Jaj, bele kell pontosan parkolni. Just a friendly reminder, when driving in the city, it's important to use your... Great, let's get back to the cabin view. Impressive! You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Press the quick look buttons. Excellent. You can also look back and lean forward. Additionally, in the cabin, you can use some buttons. But all functions available here are also available directly from your steering device or from the radial menu. Press the radial button to open the radial menu. Now you can navigate through it with the tab change buttons. To choose each option, press the action button. To exit the radial menu, press the exit button. Remember, the time is slowed down when the radial menu is turned on. Aha. Jaj, az az ablak tőlő, de lassú. Ez mi? Awesome. Don't forget to keep an eye on the fuel level. Ez nagyon jó. Még üzemanyag szintet is figyelni kell. If any of the five icons that are linked to the car's endurance start to light up, you'll need to repair the car. Nem lehet itt zoomolni esetleg. These parameters are also shown on the HUD as bars. However, there is also one more bar. One parameter, cleanliness. It has an influence on the passenger's behavior. Tisztaság. Tips. Milyen tisztaság? Okay, you know the basics. Now you can try the car. If you feel ready for the exam, please park in the marked space. Drive along the curved line and park in the marked space. Drive slowly and control your position. Try to be in the middle of the line. Don't cross it. Ez a billentyűzetes irányítás nagyon csúnyán néz ki. To start the next stage. Let's practice parallel parking. You need to stop the car in the designated point. Tessék. Öreg, mit akarsz még? Feleségül ne vegyelek? Let's practice perpendicular reverse parking. Jaj, tolassak be neki! Azt mondja. Na várja, belső nézetből apukáim. Turn the wheels to the maximum left position and move backward. Very nice. Tessék. Park in the marked space. Még valamit? Start the next stage. Öreg, reflektorral mindennel együtt megyünk ám. Ő van kapcsolva minden. Most mi van? Mit kell? Ja, oda! Jaj, hogy ka... Ja, várjál, be van húzva a kézifék. Mondom, ezt most ahogy eltaláltuk ezt a kigyorsítást. Akartam mondani, hogy micsoda erő van ebbe az autóba. A kéziféket behúztam menet közben. Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Very good. You passed the first part of the exam. You are ready to take a test drive. Igen. Mennék most már nagyon. Before you hit the city streets, it's important to remember that you must abide by all by driving in a calm manner, using turn signals and following traffic signs, you'll be rewarded with extra. Rendőrjáról is van. However, if you break any büntető cédulákat is lehet menet közben kapni. XP rendszer is van. Na, ez jó, közlekedési szabályokra oda kell figyelni. 50 km per óra a sebességkorlátozás városon belül. Good luck. Hát ahol mérnek? Ahol mérnek? Én így helyesbítenék. Ahol mérnek? Ott 50. Amúgy meg... ahogy jön. To successfully pass this exam, you must pick up a client and safely deliver them to their intended destination. Are you ready to begin?
Uha. Open the map by pressing the map button. This is where you can find available jobs. Ott vannak a sebességmérő kamerák. Choose the icon of the green figure to select the available job. Great job. In the pop-up window, excellent. You've taken your first job. Keep an eye on the arrow located above the pop-up information window. Mekkora térkép vajon? Is the patient spot. Ennél gyorsabban nem tudok hátra zoomolni sajnos. The speed at which it decreases. Nem rossz. Hát tiszta GTA 5, ne viccelj. Hát sőt, még nagyobb is, mint a GTA 5. Simán, odaveri. Simán, oda-vissza. Remember, the client won't wait forever. And note, aha! Tehát végtelenségre nem fognak várni az utasok. It will only be revealed once the client is in the car. Mm-hmm. Okay, now you must drive to pick up the client. Akkor tudjuk meg, hova kell vinni az utas, hogyha már beül hozzánk. Exit button. Follow the GPS route you can see on the map. Húzzunk már bele. To the marked point and park in the marked space. És mi van? Nincs elindítva az autó? Y! Gáz, 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 gáz! Menni kell. Gyerekek, hát itt nem vicceljünk. Pirosnál meg kell állni? Zöld. Hát ez nem viccelj. Hasítunk. Csíra gyerek! Hát nem látod, hogy taxival vagyok és sietek? Bazd meg! Rohadt parasztja, látja? Látja öregem, hogy be akarok oda menni, mert erőszakos vagyok, szül a nő. Itt a hátsó ülésen. Csak azért is ráhúzza. Ez egy rendőr itt jobb oldalt. Én dudálok. Akkor kell itt szabályosan menni, amikor utas van mögöttünk. Anyádnak dudálja, hülye gyerek. Kitakarom a mapot? Ha megint nagy a fejem. Jó, Róka, köszi, szóltál. Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Occasionally, a client may initiate a conversation, and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in polgárőr, a polgárőr az le van szarva. Boost your tips, XP points, and even improve your current patience level. Haladjunk már! Mi a bunkó? Mi az, hogy összegyűjteni? Mi ez az összegyűjtés? Felfedeztünk egy utcát. Ennyi. Na gáz! Elkezd kátyú. Kátyú volt. Baszak. Hát zöldön megyek át, és akkor jön a paraszt. Mire föl? Ne viccelj már. Menni kell, első fuvarunk. Meg kell mutatni, ki a fasz a gyerek. A városban. Megjött az új taxi. Megjött az új taxitársaság a városba, Barcelonába, be kell mutatkozni. Na ennyi, kész. Tökéletes. Ügyfél, türelem 85. Ennyi. Semmi probléma nincs. Megkaptuk a 100 eurót. Ezt eltankolhatjuk, tisztíthatjuk. Hogy vehetünk új autót? See the gas station? Költsünk egy kis pénzt. Oktató program. Hát, mi nézzük végig azért. A Taxi Life egy hatalmas és változatos világot kínál felfedezésre. Jó, oké. Az meg már megint a kézifék behúzva maradt. Tényleg amúgy így lehet a defektet kapni vajon? Sajtó? Mi volt ez a sajtó szó? ez mi?
És akkor így meg egybe föltölti az egészet. Oké. Benzinkút pipa. Keressük meg a garázst a térképen és menjünk oda. Jó hangzik. Lehetünk, de van itt egy utas! Van itt egy utas mögöttem, hello! Vagy hol? Hát itt azt írja, hogy behajtani tilos a jobbra. Garázs. Térkép kell. Igen, bármelyik pontot kiválaszthatjuk. Igen, igen. Játékkal kapcsolatos. Jó, igen. És több garázsunk is van akkor ezek szerint? Felettébb érdekes. Ez egy garázs, kettő garázs. Hát menjünk mondjuk oda. És akkor itt úgyis balra lehet fordulni csak és kizárólag. Szevasz. Hát most nem fogok én itt nagyon itt szabálykövető taxis lenni, az kurva élet. Én igazi taxis leszek. De nem fogok én itt szarakodni, hogy irányjelző, meg ilyen hülyeségek. Az biztos. Egy taxis mikor foglalkozik ilyenekkel? Mennek, mint az őrültek, baszki. Az összes egy... Szóval nem, tehát van kivétel. Biztos. Mennek, mint az állatok. Rallizunk, rallizunk. Speedrun, speedrun van. Taxi life, speedrun. Szia, cooler. Hátra gurul az autó, mindig kéziféket kell nyomnom, vagy mi? Mert most, hogyha... Megnézd meg! Most mindig kéziféket kell nyomni? Hát elgurul! Azért ki lehet ám pörgetni a kerekeket? Haladjál már, bazd meg! Ez a beszéd. Igazi taxis. Megy mindenen keresztül. Hogy megállnak? Jaj te! Mazsolák. Uram is, nem ekkora dugó van. Hát, na jó, hát itt nehéz lesz azért rallizni, sajnos. Most nézem, hogy rossz sávba vagyunk. De megoldjuk. Körforgalomba megyünk. Hát, körülbelül már kezd, így van. Barom, az direkt szüttyög itt előttem? Ez nem igaz, te. Hogy lehet ennyire tötymörögni? Ekkora ugrató? Itt nagy sebességgel kéne majd egyszer átjönni. Zöld? Hát gyerekek, nézz oda. Vártak bennünket. Itt is zöld, itt is zöld! Taxi zöld. És itt meg balra megyünk le. Hát? Ki lett a szent tízbe? Ennyi. Ennyi. Szia, Geri. Arra leszek kíváncsi, hogy ebben a garázsban mi található vajon. Sajtó a garázsba. Sajtó. Üdv. Négy személyes autó. És hát négy darab ülés. Azt gondolom négy személyes akar lenni. Hát az, hát persze, mi más? Itt meg lehet javítani az egész autót. Mi ez, tud sérülni? Aha, ezt jó tudni azért. De itt lehet autót tankolni, töltögetni és tisztítani is. Teljes javítás. Menjen, menjen, akkor légy szíves, igen. Teletankolva, úgy meg van javítva, tisztítva. Nagyon jó, így van, legyen minden napra kész. Tip-top. Azért mondjuk... Hát gyorsan átfutottuk az autót, hogy fest. Hogy néz ki. És akkor itt vannak az autók? Na, hát erre voltam kíváncsi, ezt akartam mondani, hogy esetleg... Igen, vannak kis buszok!
Ülésszámból, vagy utasszámból gondoltam erre. És na ez, öregem, na ez a versenyautó. Hú, na ez kell nekünk, vagy ez. Ennek a kigyorsítása nagyon jó a Teslának. Ez egy Tesla akar lenni szerintem. Biztos. Hát elég nehéz körbefutni az autót. Garázskapacitás és 15 autónk lehet. Management. Ilyen is van, hogy management. Ja, ez a kis busz, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, ez a kis busz. Na, oké. Akkor itt van a motor. Itt lehet módosítani a motort. Mi a fele? Ilyen is van, lehet tuningolni az autót. Jobb fék! Jobb gumi! Jobb váltó! Tudunk új váltót tenni bele? 5 fokozatú kézi? Aha! Jó nekünk az automata! Jó az, nagyon jó az. És akkor testeszabás. Belül. Ó! Mink ennek a belsét még meg se néztük te. Az üléseket át lehet alakítani, át lehet fújni. Jézusom! Ez jó, ez tök, tök jó. Váltó! Azt is lehet állítani. Jó. Tovább. Hát ez annyira béna. Úgyhogy ezt kell beállítani. Jézusom. Pihenő. Részleges pihenés. 8 órát lehet pihenni, és ez miért jó? Ezt nem tudjuk. Vezető. És akkor itt vannak a skill pontok. És egyben a skill fa. Ilyen képességek vannak. A műemlékek és nevezetességek felfedezése több élményt nyújt, a karaktere gyorsabban fejlődik. Üzemanyag szint csökkenésének mértéke alacsonyabb. Autóállomások használata. Tisztítás, töltés, kevesebb időt vesz igénybe. De mi, ennyire kell majd rohadni? Tehát, hogy azt írja, hogy nem kell sok időt ezzel elpazarolni. Tehát kíváncsi ezek, hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe. Távmunkák válnak elérhetővé, több pénzt és tapasztalatot biztosítanak. Az autó kisebb kárt szenvednek az ütközés után, az autó hosszabb ideig üzemképes marad. Hát ez nem rossz, ez az út, ez nem rossz. Nagyobb az esélye, hogy nagy bóravalót kapjon. Exkluzív állások válnak elérhetővé. Ezek egy kicsit nehezebbek, de sokkal több pénz és tapasztalatot. Mi az, hogy nehéz? Na ezt kell nekünk, ezt kell kifarmolni. Hagyjad már, végre nehéz. Ezt írja, hogy nehéz. Na ezt kell ide. Autóállomások használata. Olcsóbb. Így akkor ugye pénzt lehet megtakarítani ezzel. Karosszéria nehezebben szennyeződik. Jó, hát ezt majd látjuk menet közben, hogy mennyire gyorsan koszolódik. A járművének elvontatása olcsóbb. De miért kellene azt vontatni? Felborulunk azért, vagy lerobbanunk? Az autójavítás olcsóbb. Ez se rossz. Játékos gyorsan megjavíthatja az autót anélkül, hogy vissza kellene menni a garázsba. Igen. Naponta egy jegy törlése kerül, kivéve a gyalogos elütését kapott büntetést. Húha! Hát igen, az ugye az gyilkossági kísérletek minősül, gyanítom. Hát igen. Törvénytisztelő. Egy. Ez pedig a fotogén. A fotoradarok bírságai kevesebb pénzt vesznek el, emiatt pénzt takaríthat meg. Több tapasztalatot szerezhetsz a közlekedési szabályok betartásáért. Ezt inkább hagyjuk, akkor innen most vált komolytalanná. A sofőrök kevesebb pénzbe kerülnek. A vállalatának emiatt kevesebb kiadása van. Tehát lehet, egy taxis vállalatunk van akkor ezek szerint. És lehet majd fölvenni kollégákat, embereket, rabszolgákat. Akkor ez lényegében a pártnak a taxis társasága lesz. Komolyan? Lehet majd akkor jönni dolgozni, gyerekek, készüljetek!
Céges autók esetében az állandó költségek olcsóbbak. Cége miatt pénzt takarít meg. Sofőrök több pénzt hoznak a feladatok elvégzéséért. Az itt akkor tényleg ez van. Tehát szerintem itt a menedzsment alatt fogjuk tudni majd ezt megnézni. Itt van a statisztika. Segítséget az. Köszönöm. Na jó, mehetünk is innen ki. Végeztünk, azt hiszem. Ja, nem végeztünk. Vissza. Mennyibe kerül a következő autó? Legyen valami cél előttünk, bár nyilván a vállalatfejlesztésem utolsó. Hát a következő autó az 6500. És ez a legjobb versenyautó 24000. Busz 11000. Tesla 16000. Ja, hát ez a versenyautó a legdrágább, ez szerintem valami Mercedes lesz. Mercedes kopi. Féleségecske. És 6000 euróért lehet ezt eladni, de hogyha lehet fölvenni embereket, akkor viszont nekik is autó kell, gyanítom. Nem igaz? Ja, nekik ilyen kis balfácán autó kell majd szerintem. Szerintem. És akkor itt van ezeknek az autóknak üzemanyag... Hát most nem tudom, hogy milyen gyakran fogunk mi tankolni. Viszont. Ugye ez azért fontos. Pisi, nagyon szépen köszi neked az ajándék feliratkozásod. Köszi szépen. Jó, meglátjuk, hogy mennyire... Megtapasztaljuk, hogy mennyire károsodik az autó, mennyire koszolódik, mennyire durvák a bírságok. És a többi. Na jó, mehetünk akkor szerintem tovább a dolgunkra. Megkitolattunk. És akkor itt van mellettünk egy kérdőjel, azt nézzük csak meg. Ez mi lehet vajon? Most hogyha én itt használnék irányjelzőt, akkor több XP-t kapnék, ez azt jelenti? Vajon, kipróbáljuk ezt most. Hát ha megéri kirakni az irányjelzőt, de hát én igazi taxis akarok lenni. Irányjelző Nuku. Csak akkor, ha rendőr van a közelben. Hello! Hello! Mi ez? Nem lehet kiszállni az autóból? Nem baszki. Adnék neki egy akkora pofont. Na nézzük csak, mi van itt? Mi ez a kérdőjel itt? Hopp, mi volt itt? Valami volt, nem? Hülye vagyok? Nem ezt a... De, graffiti. Annyira kirívó volt. 150 XP? Mondjuk 2000... XP-nél van csak szintlépés. Na most körbenézzünk akkor térképen, hogy... Ez mi? Érdekes építészeti alkotás. Aha! Utcai művészeti alkotás. Ez jó, hát ez XP-ket lehet ezért kapni. Most ez kicsoda, micsoda? Carmen Romero. Most ő mivel másabb vajon? Mint mondjuk ő. 279 euró lenne. De ez miért kupa? Nem ő volt nálunk az előbb? Ő törzs vendég lenne? Vagy mi? Uha. De ez nagyon jó pénzt ad. Ő meg csak ennyi. Ez nem itt. Itt van a közelben, menjünk érte gyorsan, vegyük föl! Haladjunk! Már itt se vagyunk. Szevasztok, vegye fel az ügyfelet, megyünk. Iros van, az istálóját bele. És mi vagy, ha elmegy az utas? Addig. Veszélyes munka azért ez. Szia Supra. Olyan. Szerintem olyan, igen. Át tud ez alakulni. Faszán. Ez nem a gördeszkás sáv volt itt. Most már mindegy, akkor gyorsan megyünk is. Lendületben vagyunk, gyerekek. Hú. De elgurul az autó. Nézd meg, gurul hátra. Mindig kéziféket kell húznom. Hát ez nagyon gáz. Bazd meg itt merre? Erre. Hát ez milyen körforgalom? Le vagyok döbbenve. És akkor oda-vissza kell majd fordulni valahogy. Aha. Igen, átlátom. Értem, és annyit szarakodnak, semmi forgalom nincs, de áll a piros autós.
Az igen, Jani. Az komoly. Az komoly. Az komoly. Na! Jó napot kívánok! Tessék önni, meg gurul az autó! Irány darány! Hadd szóljon! Ez utas nem fog rinyálni, mert én gyorsan megyek? Hát remélem, hogy szeretik a sebességet. 1100 métert kell mennünk. 1100-at. Húzd már be valagadat, te barom! Hát van ott még öregem egy fél autónyi hely! Ugye gyerek, baseball ütővel kéne szétcsapkodni itt a hátulját az autójának. Marha gyerek. Gondolkodjál. Nem tudom, hogy hol vásárolt a jogosítványát ez is. Te az utassal nem lehet beszélgetni amúgy, hogy WhatsApp? Mi van anyukám? Mondjál már valamit. Hát állítólag ti tudtok velem beszélgetés kezdeményezni. Mondjál valamit. Klíma! Esetleg, azt hiszem zöld van, menjünk. Klíma nem kell. Ha senki nem mond semmit. Hát én meg aztán... itt van egy kamera. Tempomat hol van az autóba? Tóth, egy kamera? Vanyját. Van egy kamera. Óvatosan. 50-nél jobban nem lehet? Lapulunk ilyenkor. Tempomat van? Meg kell nézni gyorsan. Tempomat. Nincs. Mi az, hogy volt? Sebességtartó automatika? Így van. Igen, tudom én, hogy van. Igen, 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 igen. De én tempomatot kerestem. Az profibb, mint a sebességtartó automatika. Róka, nem tudtad? Hát ez hihetetlen. Jajajajajajaj, Róka, Róka. Semmi baj. Körbeautózzuk. Hát megyünk, bazd meg, hát most... Can you slow down, please? Minek? Minek? Nem. Jó van, jó van. 100 fölé akkor nem szeret menni, akkor ezek szerint. Jó van. Ezt is tudjuk. 100 alatt érzi magát biztonságban ezek. De miért balra mész a külső sávból, te barom? Hülye gyerek. 100 fölé nem mehetünk. Oké. Okay. Elfértünk. Hopp. Meg. De mi az, hogy elfogyott az ügyfél türelme? Nem lehet száguldozni, bazd meg! Mi az, hogy nem lehet száguldozni? Hol? Mi hol volt a türelme? Ti láttátok, hogy hol a türelme? Hát én nem láttam, hogy hol a türelme. És ennyi volt? Buktuk a melót? Hát át lettünk verve. Bíróságra visszük az ügyet. Az biztos. Bazd meg, üzemanyag költség kopott, a gumi, a technika, minden kopott. Menj már le az útról, barom. Elütlek. Ez hogy? Lehet, hogy gyorsabban kellett volna... hülye gyalogos, hát ez... ez egy irányú te. Hát oda nem lehet bemenni. A térkép alatt volt az a türelem? Szerintem az nem a türelem. Hanem a távolság, hogy mennyire vagy a távolság, tehát a célponttól, az úti céltól. Szerintem az azt jelenti. Sőt, biztosan. Hogy tényleg a sárga csík? Az ön előtti kereszteződésben nem működnek a közlekedési lámpák. Hál' Istennek, végre lehet menni. Te itt a föld alatt van a muki? Baszki, ne szívassál! Bocsánat. Itt van az utas. Ez valami nagyon zöld utas.
Zöld a jel. Hát de hol az utas? Föld alatt? Ez is? Ja, ide kell állni. Nem. Hát itt írja, hogy utas. Ja, el kell fogadni? Így? Az meg én úgy visszatolatok, mint az állat. Éj, bázd meg! Hát nem tudtam hirtelen, melyik a fék meg a gáz! Tilos gyalogost előtti. Tényleg? Beelütöttem az utast. Kurva életben. Tényleg véletlen volt, gyerekek. Ne haragudjatok. Ó, scheisse. Hát nem tudtam, melyik a hirtelen... Mert, na hát az olyan fura. Hát most Istenem, gombokkal kell itt szarakodni. Akkor tényleg a sárga csík az? Tényleg az a sárga csík lesz. Jó, akkor azt figyelni fogom. Oké. És akkor majd kitapasztaljuk, hogy mennyivel lehet menni, mennyivel bírják még el a... mekkora sebességet kedvelnek. Na, most ezt leteszteljük akkor. Köszi! Oké. Oké. Csak egyedül van a néni. Most 50 fölé megyek. A bírja ez a... Nézd, ez bírja a tempót. Sárga lámpa van. Balra megyünk. Egy büdös munkot nem szól a néni. Körbeautózom ötször. Így, nézd oda, meg se mozdul a sárga csík. Még egy utas nem lehet ilyenkor fölvenni egyébként? A sáv nagyon laza. Oda néz. Ez nem a te játékod, ahova korlátok közé vagy zárva. Hagyjad már, mit nem? Most érkeztem én meg igazán. Hoppá. Jani, köszi a támogatásod. De meg sem mozdul a türelemcsík. Hát ő is lehet, hogy siet a dolgára, baszki. Ha most tett, úgy, most ment le. Most ment le neki a csík. Hú, mi volt itt? A gyorshajtás? Vagy piroson jöttem át? Piros lámpa volt? Azt nem szereti? Tehát a piros lámpát nem szereti, de engedi, hogy menjek, mint az állat. Jó. Oké. Akkor megyünk. Ez most már lakóterületen kívül vált, ez menj már, ez autópá. Ujjajjajjajjaj. Várjál, 60-ra én belövöm a tempomatot. Sappantot. Így, 61. Az még pont jó, ezt még szeretni fogja. Hop, 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 hop. Kamera, kamera, kamera. 51-re úgysem ér be ez a szarházi. Haladjunk. 61-re vissza. Így, 61-et még bírja az utas. Ezt ki kell tapasztalni, mennyit szeretnek, meg mennyit nem. Lehet, hogy légkondival kéne lehűteni az agyát, vagy befűteni, bazeg, aludjon el. Azt kéne ide befűteni. Azt tényleg nyomtam irányjelzőt. Tényleg nyomtam irányjelzőt. De mit fékez öregen kanyarodás közben ez a majom? 90-es tábla volt? Biztos, hogy nem. Hát az utas bepofázott, hogy nagyon gyorsan megyek. De várjál, kapcsolok én neki fűtést. Így. Ezt elaltatom. Így, mehet a meleg. Elaltatom, érted? Taktika. És akkor mire föleszmél, már ott vagyunk, hopp. Bizony. 90 fölött durrogott be, tényleg? Jó, és itt akkor megint 50-es. De ne, kint sem volt a 90-es tábla. Tényleg kint volt a 90-es tábla. Minden, most ez a 60 nagyobb megy. De ott van, 70-es tábla van ott meg, ja, jó, jó. Oké. Okay. Gurulj, 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 cseszed. Hát ezen nincs motorfék, vagy mi van? Hibrid autó kellene. Még a gurulsz, akkor is hatékonyan tölti ezt az jó. Na. Na. Még van mellettem egy utas? Hát ez meg ki a franc? Három csillag? Mi az, hogy főfogadás? Az a borra való? Hát ebből nem rugunk be. 30 euróból.
Hát mondjuk abból már be lehet. Én berúgok. Háromszor is. Bónusz részletek megjelenítése. Sebesség, korlátozás, szünetek. Hát jó, hát a magyarítás az nem a legtökéletesebb nyilván, de le lehet ebből szűrni. Hát akkor lényegében a sebesség korlátozással voltak neki problémái. Azt hiszem. Igen. Jó, korrekt. Tanulságos. XP, 158 XP volt ez. Jó. De valaki itt van mellettem, csessze meg. Elvállaljuk őszve ezt a feladatot. Valaki itt ült mellettem, nem? Ketten voltak? 70-re lehet itt menni. Ó, mondjuk itt nincs utas, azért lehet menni, mint az állat. Adjad már. És ki büntet meg? Érted, nincs itt rendőr. Alszik mindegyik. Másik utas kiesett? Jó van akkor. Így kell neki. De most az az érdekes, hogy megyünk egyenesen. Azt hitt, hogy erre van a legközelebbi utas. Hát itt lehetett fölvenni, lehetett volna föl. Oppá, marha! Hát nézz oda, mit művel? Nem normális. Majdnem megölt. Hú, micsoda koccanás volt, te jó ég. Hát hogy lehet így vezetni? Az igen. Az egyik kerék a levegőbe volt. Ja, ott az utas. Ja. Nem lehet kézifékes megfordulást csinálni? Lehet. Hey. Nem gondoltam volna. Ez hasznos volt legalább, megtudtuk ezt is. Jól van. Hát stílus. Most gondoltok bele abba, érted? Valaki rendel majd egy taxit. És így jön meg a így jönne meg a taxis. Fú, bevernél szállni abba az autóba? És komolyan. Szó szerint így jönne meg. Bemernél szállni? Na? Pár kilométerre 300 euró? Hát ja, mondjuk tényleg sok pénzt kértünk el, basszus. Meg kell hagyni, jogos. Szerintem, hogy elérjük a kettes szintet, akkor fogja feloldani majd a menedzsmentet. Beszállnál, Zsiki! Palaszk, te is! Jézusom. Pörgetni kell az órát. Már hogyan? Peti, megint mi ilyen simliségre bent töröd az agyad. Nézzenek oda. Hárman ülnek itt bent, baszki, most nézem. Ki a néni? Azt a néz oda, micsoda virgácsok. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Honnan a tökömből tudjam, reggel még itt se volt, baszki. Most hogyan válaszolok én erre? I don't know. What's your guess? I have no idea, but I know it's been a long-standing project. That's for sure. Régóta tartó projekt. Do you know more about Sagrada Familia? Oh, yeah. It was originally designed by Antoni Gaudi, but after his death... Na jó van, öreg, fogd már, vagy tudod mit, nyaljunk neki, így van, beszéltessük, így van, kíváncsi vagyok. Nagyon érdekel a téma. Yes, exactly. És miről is van szó? Tipmixről? Nem tudom. Beszélhetnénk az utast, érezze jó magát, több a jatt, érted? Minél jobban érzi magát, annál jobban fizet. Sima, egyszerű logika. Na mennyi, hol van a cél? Közben. 70-es tábla van. Gyerekek. Akkor itt most megindulunk. Pont elférünk, szevasz. 75-tel simán lehet itt gurulni. Így a... Piroska van, piroska. Anyába, abba bele. Állandóan mindenhol piros van. Utasok így dülöngélnek mellettem. Hát az embertelen. Még mindig 70-e lehet itt menni? Hú, te. Jó, menjünk ide a bal oldaliba, mert legyorsuljuk ezeket a...
csírákat. Mondom, nézd meg, hogy lehet így rajtolni? Egy piros lámpánál, hogyan? Pályakezdők. Nézd meg, az meg kereszteződés közepén lefullad. Jaj. Itt Barcelonában mindenki hülye? Meg kell tanítani itt őket versenyez, közlekedni. Nézd meg, az meg koccan! Idióta! Hát életveszélyes állapotok uralkodnak itt Barcelonába. Teljesen, ez őrület, ezek le vannak fizetve, ezek szerintem mind baszkok, jöttek ide rendet bontani. Ez a nyakamat rá. Tuti. Katalán-baszk párharc még közben nagyon megyünk. Tass türelme, lejjebb is ugrottak anyjába. Jó, megfeledkezek róla, hát annyira jól lehet menni ez az autóval, hogy... Érted? Isten, majd akkor lesz az igazi, hogyha lesz hírnevünk a városba, azt mindenhol 200-al megyünk. Majd a versenyautó mikor meg lesz. Melyik utas mert bepofázni? Kap egy könyököst, azt bealszik. Ennyi. Ha leválasszon bennünket, ez itt a ralli szolgálat. Taxi ralli. Azt mondom, hogy ezt a nevet kellett volna adni magunknak. Taxi ralli. Nézd meg, hát felgyűrjük az aszfaltot, úgy rajtolunk. Apuk, ez nem tetszik, nem jó, hogyha így rajtolunk, mert mindig le kell fékezni teljesen. Nézd, mindig utolérnek. Az istálóját belátmenek most már kettő piroson legalább, ne érjenek utol ezek a hülyék. Itt is. Na most innen mire kimegyünk, ezt figyeljétek, hogyan fog ő rajtolni. Rémhírek vannak egyelőre csak a vállalkozásukról? Ezt... Hát nem, szerintem ez Toyota Prius akar lenni, nem? Mit gondoltok erről? Szerintem Toyota Prius. Menj már le onnan, barom, senki nem jön! Hát... Térjél már észhez, nézd meg! Rugatja itt az autóját. Na, az utas meg sietne. 291 XP. 5 csillagos értékelés. Köszönjük szépen! Na hát ennyi, 35 eurós borravaló, hát legközelebb nem fogok beszélni az utasod, az biztos. Ezek után, hát minek? Menj már. Sebesség, megint a sebesség korlátozás, az istálló lehet benne, de olyan jól megy az autó, hogy nem lehet egyszerűen megállt parancsolni neki. Hát most érted, most... Hát nem? Na. Viszont van itt valami nevezetesség, ezt megnézzük, mert ez igen sok XP-t ad. De hogyan lehet ide berongyolni vajon? Ott is áll bent egy autó. Hát akkor valahogy csak be lehet menni. Be hát, bazd meg, bemegyünk ide így, az kész. 100 XP. Az pipa. Gyorsan innen kijövünk, senki nem lát bennünket. Az egy irányú volt. Az... Csak így benéztünk oda, hogy mi van ott. És akkor ott bent a szomszéd utcában meg van egy 150 XP-s poszter szerintem, hogy valami van ott. Hát előbbiből kiindulva. Egyirányú. Ne basszatok gyerekek, hát milyen egyirányú? Na gyere, haladj! Anyját, ha nem bemegyünk, dehogy is nem. Gyorsan, senki nem látja. Hopp! Ide akartunk csak leparkolni, természetesen elengedjük az úriembert. Gyere már, barom! Nézd meg, meg van illetődve. Ide leparkoltam, kész. Nyugi. Rohadt szerházi. Mocsokláda. Gyorsan. Igen, nagyon szép ez a graffiti. Hú, de jó. 150 XP. Aha. Ó. Hát, veszélyes vizeken voltunk most, azt hiszem. Na hova menjünk utasért? Menjünk oda, viszont ott van egy kamera. Úgyhogy szerintem körforgalom után ott egyből megyünk egy jobbost. Vagy majd meglátjuk. Egyszer azért, mert sok az egyirányú, azt veszem észre.
Hülye marha! Hülye marha! Hát nem látja, hogy ott áll előtte az autó? Áll a sor! Az meg tízzel se megyünk! Itt jobbra el lehet menni? Hogyan? Hát itt erre nem is lehet elmenni. Hát az le van zárva. Át lettünk verve. Hát ez nem egy irányú. Sietni kell. Ügyfél elmegy. Pénz meg nem jön. De várjatok csak. Defekt! Defektünk van! És ki nem szarja le, mindjárt megnézzük azt a defektet, várjál. Nem mindegy, hogy lassú defekt vagy dur defekt, ugye? Nem mindegy. Defektet kaptunk. Hogy az anyjába? Bal hátsó defekt. Jaj, hagyjad már! Jó, tényleg menjünk a benzinkútra. Igen, igen, benzinkút. Igen, benzinkút. Muszáj menni a benzinkútra. Hát akkor az utas az... Bocsi. Ez a defekt, ez nem gyerekjáték. Az a helyzet. Hát menj az még, bazd meg, hát menni kell defektért. Kereket cserélni. Gyerekek, ez durva most. Kiszámíthatatlanná vált a gépjármű. Megyünk már, de rálépek a fékre és kifarol. Kitör a hátsója. Túlkormányzottá válik a gépjármű. Rossz a tapadás. Térkép az jó? Igen. Szia, Bence. Jaj, öregem, egyből dudálnak. Erre kell menni talán, nem? Jó. És akkor... De oda nem lehet bemenni. Hát ez hogyan? Gyerekek, defektem van! Taxis vagyok! Engedjetek el! Nem állok jót magamért. Öcsém. Ez nagyon durva ez a defekt. Ez nem gyerekjáték. Nézd meg, hát kitörik, kész. Hát és lassan megyünk. Érted? És az az egészben a legdöbbenetesebb, hogy első kerekes az autó. Milyen feladat? Hogyan tudom befejezni? Feladat törlése. Hát bocsánat, igen, muszáj sajnos ezt törölni. És most se törölte. Feladat törlése. Így van. Sajtó. Mennyi? Majdnem 50 euró a javítás. Hát ez hatalmas átverés. Nem tudom, egyébként valahogy megsérült az autó is. Ez mi? Hogy? Hát minden keresett pénzünk el is megy. 150 euróért tankolunk? Mi? Baszki, hitelt nem lehet fölvenni esetleg? Na jó van. Most akkor össze lett rakva az autó. Ha minden igaz. Piros lámpa? Ki veszi észre, baszki? Ó, itt megáll a sor. Hatalmas dugók vannak. Ki kellett volna menni itt a főútra? Mondjuk az meg egy irányú. De hát öt sávos, hát egyik sávon csak nem jönnek, baszki. Ott elsisszantunk volna gyorsan. Tiszta az autó. Tiszta. Tényleg róka? Jó, de hát így van hangulata. Javítjuk az autót, érted? Feelingesebb. 150 XP.
Ücsed már össze? Úgy is van. Lehet, hogy nem szereti az autó, hogyha átmenjünk ezeken a 20 eurós gyorshajtási bírság. Hát még meg is éri. Legalább haladunk, jobban van élet. Jó van, irányjelzőért mondjuk még senki nem verte ki a biztosítékot, az a szerencse. De tényleg amúgy. Senki. Én arra leszek itt nagyon kíváncsi, hogy... hogy ez hogyan néz majd ki, amikor... tényleg tudunk venni föl kollégákat. Na! Nagy Isten, tessék behuppanni. Egy bácsi. Légkondi remélem melegre van fölrakva megint. Ugye? Aludjon be ez a majom. Na irány. Tata nagyon sietős? Akkor megyünk ám. Már most kipróbáljuk azt, hogy finoman megyünk. Bármint, hogy nem száguldozunk annyira. Betartjuk a sebességhatárokat. 100 alatt tartjuk a tempót. Csak ennyi. Irányjelzőt azt nem figyelik egyébként, az a jó. Szóval eddig utasok legalábbis nem figyelték. Ott gyorsan átférünk. Ez mire kapcsol öregem, addigra én már 5-ször itt elmentem előtte. Jajajajajajaj, gyors. Megint, de nem jó! Gyorsan megyek, hát elvisz a hív. Ó. Ennyit a tesztről. Akkor majd a következő utasnál. Igen. Meg lehet, hogy több XP-t ad. De mennyivel többet, ugye? Nem mindegy. Mert hogyha semmit nem befolyásol, pénzösszegbe és tapasztalati pontba, akkor menni fogok, mint az állat. De lehet, hogy jobban megéri akkor a rallizás. Hát nem az iRacing. Hát akkor mi? Hát itt is lehet menni, hát taxis vagyok. Ne viccelj, taxis az... megy, mint egy állat. Itt is van valami kupa. Mi ez a kupa? Mi ez a kupa? Itt van valami kupa jelzés. Van valami néni. Carmen Romero. Hát ide majd egyszer eljövünk, az biztos. Ez valami speciális fuvar lehet talán, nem? Szerintem igen. Autófizika? Jobb, mint az iRacing, vele viccelj. Nem kell mindig teletankolni, meg patikára kalapáltatni a kocsit? Miért? Hát de... legyen már akkor istenes. Hát most ha már javítunk, akkor legyen a lehető legjobb állapotú. Jobban gyorsul, jobban megy. Tapad, tele van a tank. Sose lehet tudni, hogy... mocskos buzik. Micsoda? Muzik! Jó a muzik! Jó a muzik! Na, csak 54-jel megyek! Pont mint maga. Hát mondjuk ők már szerintem 60-al is mentek. Sárga csík. Figyelek rá nagyon. Persze. Csak azt mondtam, hogy muzik. Igen, igen. Valamiért jobbra húz az autó. Most meg balra. Ja, nem, ez én voltam. Na, hát ő se jön velünk többet szerintem. 303 XP akkor bónusszal együtt, és megint egy ilyen 340 eurót kaptunk. Minden fuvarért ennyit kapunk. Na várjatok, a következő fuvarnál 50 fölé nem megyünk. Ezt megígérem most. Na gyerünk. Ott van a túloldalt a fuvar. Ú, itt mekkora hosszú egyenes van. Ez itt a célegyenes. De hogy fordulok én itt vissza? Ja, egyszerűen baszki. Így. Nem jött semmi, hát most... most ezt ne használjuk ki.
Adjad már. Ejj, a gyors hajtás! Öcsé, most jutott itt eszembe, hogy finoman kellene, mert... Ejj. Na nem baj, most indul a fuvar. Most kell nagyon okosnak lenni. Hátul nem jön senki, semmi. Jó van. Már is se vagy, légkondit is nyomunk a néninek. Örüljön. Húl, hűtsük le, hűtsük le. Nagyon feszültnek tűnik a néni. Mi? Bogarat? Milyen bogarat? Anyukám, bogarat? Ablak... Már is? Ez így nehéz. Hol volt itt neki bogár? Kiment pár? Hányan ültök ti itt, baszd meg? Te jó Isten! Mint az oroszok, nézd oda. Tele van az egész autó. Le van húzva mindenhol az ablak. És ide jönnek csak a szomszédba. Hát ez mennyit fog fizetni? Na. Tessék, hülye marhák. 350 euró. Állj meg! Na, jó. Baszki, gurultunk tovább. 5 csillag, hibátlan utat. Na hát jó, kerestünk ezzel a fuvarral is. Nehézség, kemény, azt írja. Ez lesz a mi fuvarunk. És nincsen gyorshajtás. Nincs olyan. Mondjuk ott volt egy látvány. Közben szintet léptünk. Most nézem csak, ez a barom meg nekem jött. Lehet valami konkurens taxi vállalkozás vállalattól jött. Figyelni kell azért a konkurenciára, mert biztos, hogy fognak bennünket terrorizálni a rohadt parasztok. Na gyere, papika, gyere, gyere, gyors. Állj meg, gurul az autó megint! Hát baszd meg! Adjad már, mi ez? Így indul a meló. Kurva életbe. Milyen? Mi van? Vészhelyzeti intézkedés. Hívjuk a rendőrséget. Ilyet lehet amúgy. Vontatások varázsba, benzinkútra. Ilyen van. Azta. Mindjárt leablak törlőzlek, öreg. Tessék. Bogár azt mondja. Ez nem tök mindegy neki? Bazzek, ez nem turista busz, te barom. Ez egy taxi. A-ból B-be elröptetlek pillanatok alatt. Ez ennyi. Hát persze, hogy tele van bogárral a szélvédőben, megyek, mint a szélvész. Hője marha. Hát hol él ez? Ha honnan gyűjtté? Be akar indexelni? Hát hova indexel ez balra? Mit indexel, mikor jobbra egyenesen megy? Hát akkor kinek jelez? Ne jelezze. Hoppá, gyalogos majdnem lelépett? Huhú! Hát majdnem hívni kellett a rendőröket, hogy büntessék meg. A marha, öngyilkos merénylő te. Hát ez a város tele van ilyen hülyékkel. Itt mindenki meg akar halni. Itt mindenki. Tessék, hülye marha. Elbofázzál, megérdemelted! Tele van bogárral a szélvédő, meg itt majlézol nekem, öreg? Azt alig fizetsz? Nézd meg, az megint kicsengetett 340 eurót. Figyelj, itt lehet nyomni. Nem kell itt picsázni. Menni kell. Komolyan mondom. Itt nem kell szarozni. Komolyan. Hát itt ami a csövön kifér. Semmi értelmét nem látom annak, hogy itt filomkodjunk. De ez, hogy elgurul az autó, hát ez őrület, hogy nem áll meg egy helyben. Közben van itt valami kérdőjel megint. Menj már le onnan, hát megnézzél, mi az a kérdőjel. Azért megint... Ja, itt ez az, aha. 150 XP megint.
Oké. Sehol senki. Mehetünk is. Hát legyen egy kis izgalom az életükbe, érted? Nehogy már ne. Ez is egy százas. Balla bácsi mindent megtalál. Nálamban nincs barátság. Szia, Csipi. Ez Barcelona, Botond. Barcelona, semmi extra. Merre kell kitolatni? Erre. De mi ez? Már most lement a türelmességéből a csík. Valami nem jó. Ekkora lehet a vajon ezeknél a trafipaxoknál a tűrés határ? Szia, Krelex. No habla español. Sí, sí. Buenas noches. Los Lobos. Puta madre. Elég olcsó ez a taxi, igen, elég olcsók vagyunk a városba. Hát remélem a jegyárakat majd följebb lehet vinni, mert ez nevetsége. Nézzük, a rendőr meg akarja ölni a gyalogost! Hát te most respartizzatok! Hát menjetek már el innen! Jó, a rendőr mi a szar csinál itt, kavar. Lassítja a forgalmat. Pont mint a való életbe. Jaj, közben megint nagyon gyorsan megyünk. Még itt 70-es tábla van, most nézem. Olyan féktávokat veszünk amúgy, gyerekek. Úristen, azt hittem egy irányúba fordulok. Ez milyen utca? Itt ilyen szűk sikátorok utcák vannak. Azt a jobbra, balra. Akkor most melyik a mi utcánk? Mindegy, most már ez lesz. Egyre korábban kellett volna elfordulni, na mindegy. Itt 30-an lehet csak menni. Értem, értem. Jobbra nem lehet fordulni. Most, hogyha én itt elfordulok jobbra. Aha! Hát sajnos igen, itt baleset van. Úgyhogy oda vissza kell tolatnom, és akkor itt tudom így kirakni, jó? Rendben van? Uram. Hölgyem. Nem tudom, ki ül itt mellettem, mögöttem. Megjöttünk. Ennyi. Ki van játszva a rendszer? Most ha elfordulok jobbra, azt érzékeli. Látja a barom. És elmentünk balra, láttuk, hogy baleset van, és inkább visszatolattunk. Kiraktuk az indexet, vészjelzőt, villogót, mindent. Ez így meg szabályos. Ez van. Ez ilyen. Egyszerűen meg lett oldva. Na most van-e itt a közelben kupa? Ez érdekelne engem, meg üzemanyagból mennyi van. Tele vagyunk. Kis baleset történt ezen a helyen. Az egyik sávot lezárták és a forgalom lassan halad. Ablak tőlő megy. Persze, mert így külső nézetben nem látjuk. és így legalább sosincs bogár a szélvédőn. Hát ez... Össze van kötve kellemes a hasznossal. Ennyi. Nagy csomagtartós ez a fuvar. Hát, aha. Figyeljetek, én azt mondom, hogy ide elmegyünk. De ez valami rövid fuvar, de hogy ez mitől ilyen kupás, ezt nem tudom. Lehet, hogy ez a küldetés? Ez valami fő küldetés lenne? Nem tudom, csak mondtam valamit. Igazából most nem kell visszafogni magam, az a jó. Akkor utas nélkül megyünk, akkor lehet menni. Hát menni is fogunk, baszki, az biztos kurva élet. Nem fogunk itt gatyázni. Nem állunk be a sorba. Jajajajajaj, kicsit megszaladta. Hát nem tudom, hogy a fék szerintem lehűlt. Lehűlt, nem fog már úgy. Hogy elkopott, elkoptattuk. Hát, hoppá! Ja, mögöttünk volt akkor ott egy csattanás. Gratulálok! Nem normálisak. Úgy
is van. Mondjuk piroson is át lehetne menni simán. Kiveszi észre, rendőr sehol nincs. A rendőrök amúgy szarnak bele az egész világba. Sehol senki. Adjad már. Mindegy, sietnék el az ügyfélhez, mert elmegy. Talán meg bottal üthetjük a nyomát. Az elég kellemetlen. Ezt a minden itt alul kormányzott ez a szar. Hú, azért nagy sebességnél nem sok tapadásunk van. Az hogy átment a piroson? Ilyet tud? Nézz oda. Hogy átment? Hát mentem volna. Hello! Hívom a rendőrt. Hívom már is, hívom a rendőrt. Ez a rohadt paraszt nekem jött, bazd meg. Ja, na most öregem. Jövő hetit is kifizettetem veled, bazd meg. Az biztos. Mindenki elmenekült a helyszínről. Ségó kifizet? Ön rész. Elmenekült mindenki. Hát akkor ebből üldözés lesz így. Gyerekek, üldözés van. Mi a fene? Hívtam egy rendőrt, tehát akkor lényegében ez olyan, mint a... Nem is tudom. Reszetelte a pályát ez lényegében. Jó tudni, hogy van ilyen is. Hívjuk a rendőrséget. 0 euróért. Végül is megérte. De hogy nekem jött? Mire följön nekem? Miért nem lát? Összetöri az autót. Érted? És akkor én meg kemény eurókat fizetek emiatt, bazd meg. És akkor mindenki csodálkozik azon, hogy megyek, hogy közlekedek a városba. Hát nem mindegy ezek után. Hát ezek között nem is kell, meg sem érdemlik, hogy betartsam a szabályokat. Milyen szabályokat? Taxis vagyok. Úgy megyek, ahogy tudok. Ez kész. Ilyen egyszerű. Nem két ezt nem túl gondolni. Jaj, majdnem átfértünk pedig ott, csak ugye töcsmörög itt a kigyorsítással. Sok gáz, kis szerencse. Hát! Magad, ez bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszor, ha nagyon nyomom, sokat fogyaszt az autó? Hát jó, persze, mert gyorsabban tesszük meg azt a távot, amit amúgy lassabban tennék meg. Szikula, matek! Érted? Ez nem exponenciálisan nő. Apukám, hova gondolsz? Hát gyorsabban tesszük meg az utat. Persze, hogy többet fogyasz. Azt a hatást kelti. Érted? Nem ma kezdtem. El tudom képzelni amúgy, hogy rá van tapadva a képernyőre, és azt a csíkot figyeled. Amikor gyorsan megyek meg, amikor lassan. És így áll a... Hát bászd meg! Hát te nem látsz, öregem, utasért jövök! Idióta! Hát ezt letolom, az biztos. Nem tudom letolni. Öcsém, mekkora egy bunkó vagy! És ezt az utasom szeme láttára csináltad, te rohadék. Még az a szerencse. Látta, hogy miért van szét... Jóó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 
tip when you get to our destination quickly. Just don't kill us. Mi? Ne lass! Ez az! Megyünk, bassz meg! Hát nem azt mondta, hogy menjek, mint az állat? Azt mondta. Ne lassíts csak 40 km per óra alá. Ja, jó, oké. Jó, mondjuk ez nem azt jelenti, hogy menjek itt 100-zal. Oké. Hát akkor most mi van? És itt akkor vissza kéne fordulni? Ah, megoldjuk ezt így, baszki, üres a kereszteződés, ez teljesen legális. Így 60-61-en lehet lenni. Ezeket a fuvarokat szeretem, mikor versenyzőket hívnak, érted? Nem egy ilyen mezei taxisofőrt. Gyalogos majd megáll, bazd meg. Hát neki nem mindegy. Hát hogy annyira siet, akkor ne gyalog menjen.
idióta. Pörgesd föl magad, az bármi van. Nem? Basszol, vagy fusson. Rúgj ki a gázpadlóig, rúgj ki a kurva anyát, hajoljon a marha. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármi. Gyalogosan ne siessen itt nekem. Azt írta a játék, hogy ne törődjek a szabályokkal. De mégis megy le a türelme a utasnak. Mint az atom, úgy megy le neki. Na, pattanj már kifele, néni. Most akkor tényleg azt írta? Mennem kellett volna, mint az állat? Egy csillagot kaptam! Hát baszd meg! Többet érted se jövök, az biztos. Arha. Pörgesd föl, hagyjad már. Ilyen hülyeségek. Rúgj ki a gázpadlóig, rúgj ki. Metán tudő metál. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármi ja. Csajod. Heu. Szervusz, Matesz! Nagyon szépen köszönöm neked az 54. hónapot. Köszönöm szépen neked. Balázs, neked pedig köszönöm a 4. hónapot. És Andrés, neked pedig a 15. hónapot. Köszi szépen mindjártoknak. Szervusztok. Köszi, Erik. Rossz helyen van ez a kocsi. Tehát lassan. Igen, 40 km per óra alatt voltunk. Sajnos, ja. Hibáztam tényleg. Lassan mentem. Hát nem gondoltam volna, hogy a mai nap egyszer emiatt, hogy megszól valaki, hogy lassan megyek. Mert hát azért, ahol lehet menni, én megyek. Jó, most kicsit itt azért is lassúztunk, mert hűtöttük a turbót. Érted? Még ebben nincs is. De gyakorolni kell azt, hogy... Bassz meg. Hát azért hirtelen irányváltásokra elég agresszívan reagál az autó. Na. Ez itt a taxi 5. Tessék befáradni, hova szeretne menni a néni. Meg se mondja, csak menjek. Jó van akkor. Akkor jó van akkor, és 30-as tábla. Aztán meg. És már megint egy, nem. Itt nem lehet összehozni egy tökéletes fuvart, komolyan nem lehet. Akkor most már megyek. Istálóját bele. Hülye nem normálisak. Ezek mihez vannak szokva? Ennyire be vannak parázva, akkor menjenek gyalog inkább, komolyan. Az valamivel biztonságosabb lenne talán nekik. De tényleg. Hát 40-nel mentem 30-as táblánál, most mi van akkor? Semmi, nem olyan nagy különbség az. Semmi extra. Most adjad bár, most abból ne csináljunk már ügyet. Semmi az. Az a baj, 50 nem muszáj mennem, mert az alatt már szédülök. Viki, nagyon szépen köszi a szurkolásod. Köszi szépen. Az fel egy napszemüveget, rúgj ki a gázpadlóig, rúgj ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. Most gondoljátok el, te beülsz egy taxiba, és az utas, aki itt ül mögöttem, az így nézi, hogy mennyivel megy a paraszt. Aha! 30-as tábla volt? Az a 42-ben megy, kurva anyját, 4 csillag. Mi? Megint? Hú, akkor ez meg... hát ez 3 csillagnál több nem lesz. Így. Komolyan. És gondold el. Mint egy ellenőr. Mint egy vizsga biztos. Piros. Tök mindegy ezeknél már piros, nem piros. Hát már lement a türelmi csík. Teljesen mindegy. Majd a következő fuvarnál odafigyelek nagyon. Ott tényleg. Beladok apait, anyait már. Nagyon nehéz lesz, mert szédülök ilyen alacsony tempónál. Szia, Viki. Kicsit persze, hogy túl megyünk. Na így. Megint gurul az autó, de megint elgurul. De, és az a baj, nem tudom benyomni a kéziféket ilyenkor. Hát ez életveszélyes, és csak ennyit adnak. Hát ez nagyon karcsú. Itt a következő fuvar. Hát ez egy álommeló. Norbika, köszönöm szépen a 16. hónapot.
És megint lement a türelmicsik. De mitől? Mitől? Hagyjuk már. Lehet, hogy nem tetszik neki, hogy szét van törve az autó. Gyerekek. Ezt az autót kaptuk, Antal. Hát tudsz jobbat intézni? A türelmi csík az a térgép alatt található, az a sárga csík, a hajtás a célállomásig feliratú kis rublika. Majd akkor a következőnél jobban odafigyelünk. Most meg megyünk, hát most adjuk le, passzoljuk le minél hamarabb ezt a marhát, aztán ennyi, nincs jobb ötlet. Én most a rokkantaknak a sávjába megyek. Van ilyen sáv Barcelonába? Rokkantok, de rokkant az minek vezet? Az mit akar? És értem ezt, gyerekek. Renault. Ez Renault, amivel megyünk? Hát ez Toyota Prius. Hát ez hol lenne Toyota? Vagy a Renault? Hát nem a legszebb autó, igen, az így van. És mi lesz akkor egyébként, hogyha majd létrejön a vállalatunk, és ott majd az alapján fognak bennünket választani, hogy milyen értékelésünk van. Hát én itt már annyi egycsillagos értékelésbe zsebeltem, hogy eszméletlen. Nem tudom elmondani. Szavakba önteni. Jó, hát itt most kint vagyunk a sok sávos úton. Megint jobbra húzott az autó az előbb. Jaj. Itt akkor kell egy balos, oda bemegyünk. Aztán megint egy balos. Centizünk. Nem fog a fék, gyerekek. Szerintem szétvertük a féket. Hárma jöttek? A pénz, nézzük. 224 és nincs borravaló. Ez hihetetlen. Bónusz részletek, nézzük. Piros lámpa. Vezetés a forgalomban szemben. Honnan tudja? Honnan tudja? Lehet nincs is jogosítványa. Mit okoskodik bele? Hülye. Hú, de hülye. Na várjatok csak. Te nem kéne amúgy hazamenni, hogy ez a menedzsment mikor fog feloldódni vajon? Ez engem nagyon idegesít. Nincs valami küldetés itt, vagy valami, vagy ami csinálni kell? Véletlenül. Mész, barangolsz, farmoloda. Ez is csomagtartós. Az is csomagtartós. Öcsém. Ide kéne amúgy fölmenni, elmenni pontosabban, oda. Hát itt van egy csomó építészeti alkotás. Gyorsan, 200 alatt végigveretjük. És egy csomó XP. Szerintem valahány a szintet el kell érni, és akkor jól, tegnap se jöttek sen balról. Lehetünk, haladjunk. A menedzsmenthez kettő autó kell. Hopp. De mondjuk utas nélkül vagyok, ha lehet akkor menni. Kettő autót kell venni? Úristen, hát ez nagyon jó, hogy felhívta erre a figyelmünket a játék az előbb. És ezt hogy lehet fölfedezni? Oda hogyan lehet bemenni vajon? Meg. Esernyő.
Aha, és akkor így lényegében. Hát most ez kicsit furcsán néz ki, meg életveszélyesen. Ezt én sem annyira szeretem. Biztonságosabbnak érzem, amikor 200-al megyünk a városba. De hát most mit lehet csinálni, gyerekek? Ez van. Hát ha így lehet megcsinálni, akkor így lehet megcsinálni. És akkor hol a többi? Nézzük csak. Ott is van egy. Megyünk szépen sorba. Ez 100 XP. Hát a járdán. Rendőr erre jár, akkor nekünk annyi. Elvették a jogsit. Nem volt túl hosszú életű akkor a három sárkány vára. Aha. Nem férünk be, sajnos nem férünk be. Járdán való vezetés. Maradj már, hát Istenem, hát most turistáskodtam. Az a baj, nem tudok kiszállni az autóból, azt hiszem. Pedig már megpofosztam volna egy-két embert, szívesen. Még csak egy autónk van, és azt hiszem 5000 az egyik autó. 5000. De azt minél hamarabb megvesszük. Én úgy gondolom, 5 vagy 6000. Kettő közül valamelyik, meg kell gondolni azért. Az egyiknek jobb a fogyasztása. De én úgy gondolom, hogy itt sokszorosítani kell, mint LTS-be is. Minél több kis egyszerű balfácán járműveket kell venni, aztán annyi a lényeg. Sietnék. Na. Ez az. Jó van. Csak itt van velünk szemben egy fuvarocska. Illetve... Ja, ott. És ott meg baleset van. Öcsém, lassan haza kéne mennünk. Megjavítani az autót. Rutinos kollégát kell fölvenni. Így van, aki tudja, hol vannak a mérési pontok, hogyan lehet száguldozni, így van, valami brutál jó versenyzőt kell fölvenni, így van. Jó, várjál, oda csak így be kell parkolni, a szevasz. Nem kell, ezt kicsit most túl gondoltam. Na gyerekek, na most akkor megpróbáljuk azt. Balabácsi. Óvatosan, nagyon óvatosan fog közlekedni. Itt mennyivel lehet menni? 50. Kipróbáljuk. 50. 50 fölé nem megyünk. Még irányjelzőt is rakok szerintem. Itt balra lehet menni? Minden most lehet. Irányjelzőt ha raksz, akkor mindenhova lehet menni. Nyugi. Légkondi megy. Menjen. Így van, hűtsük őket. Ablak is lent van, jó van. Mondjuk szerintem már nincs mit föl meg lehúzni, mert ki van törve az összes ablak. Nem baj az, légkondi is megy. Meg, jaj. Ó, ne! Kurva életben 50 fölé mentem 55-re. Istenem! És 1400 métert kell még így cammogni. Jaj, te! Adjad már! 5 km/h! Piros volt? Dehogy volt piros? Hol volt ott piros? Taxizöld volt az. Csak ezek nem tudják, ezek az idióták. Mindjárt kirakom őket itt az útszélén. El kéne vinni őket valami szántóföldre, azt elássni őket a francba. De gurul hátra az autó. Nézd meg, ott meg egyik megöli a másikat. Gratulálok nektek. Jaj. Most már megyünk, nem érdekel. Finoman? Na jó, még finoman megyünk, jó. Most kicsit lement, de... Figyeljetek, szerintem itt az a meta... Az a legjobb üzletpolitika, ha mész, mint az állat. Szerintem. Az én szimatom nem szokott csalni ilyen téren. Ott van, 69-szel megyünk.
tönkrement a lengéscsillapító, vagy mi ez a hajó effekt? Eléggé durván himbálózott a kabin. Igen, és most 90-nél mentem az előbb, és nem csökkent. Azaz. Ja, nem szó, akkor piros lámpa lesz, amit mondtatok is. Istál olyat bele a hülye piros lámpába, nem láttam, belógott a fa, baszki. Hát hogyan lássam? Minden nem lehet látni. Gyerekek, utassal is beszéljek, nézzek előre. Közlekedési lámpára nézzek, az kihajt! Tehát ilyenek vannak. Látjátok? Hát azért... nagyon nehéz szakma ez. Kihajt elé, nem érdekli. Úgy kijön, jóló. Ennyit mond. Lesz, ami lesz. És hova megyünk? Erre kell menni, azt hiszem, ugye? Ja, erre, jó. Szögletes a benzin. Hát igen, néha előfordul. Most akkor úgy megyünk, ahogy az utas szeretné. Itt is megállhatnék a túloldat, de nem. Most behajtunk jobbra. Ez egy kukás autó. Aszta! Kicsit össze van nyomva. 30-al lehet itt csak menni. Tartsuk be. 30-al. Nagyon szűk, sok agyalogos, életveszélyes. Jój. Nézd meg, majdnem öregem tigris bukfence vetődik ki elém a barasztja. Normális? Majdnem. Látta mindenki. Így majdnem már így ugrott be. És itt bazd meg, hogyan fordulok én oda? Hogyan? Hát és akkor lemegy a türelme az utasnak. Ez mire megy le? Hát én nem tudtam volna elfordulni. Hát valahogy be akartam jönni mögé, hogy a szembejövőket ne gátoljam meg. Bár inkább azt kellett volna csinálni. Most már utólag könnyű. Na jó van, kifelé! Elegem van belőled. Nem volt rossz nő. Szintlépés. Négy csillag. Borravaló nukú. Tehát borravalót utóbbi idővel nem is kapunk. Ez jó fuvar. Ez drága. Itt tuti lesz borra való. Lehet, hogy amúgy az a problémájuk, hogy szará van törve az autónk. Hát lehet. Itt van egy benzinkút mellettünk, skacok. De beugrunk, mit szóltok? Tudod mit? De hülyeséget beszélek. Hol a benzinkút? Hát itt van a... Itt van az utas. Fölvesszük az utast, vele elmegyünk tankolni, az kész. Vagy megkockáztassuk, hogy nem megyünk el tankolni? Nem játszunk ilyet. Viszont figyelünk a sebesség határa, mindenre nagyon figyelünk. És erre kíváncsi ezek, ez nagyon drága fuvar, ez biztos, hogy rohadt hosszú lesz. 5000 métert kell megtenni ezzel a... üdös banyával, ablakot kéne még fölhúzni valahogy gyorsan. Ablak tőlő menjen, hát ha be akar pofázni a... Jó van, légkondi megy, gyerekek? Tényleg arra leszek még kíváncsi, hogy van-e éjszaka a játékban, sötét. De így kellett volna csinálnom nekem is, mint ahogy itt ez az előttem lévő muki. Index ki! Ennyi. Szia Bals, neked is boldog nőnapot kívánok. Szervusz. Eddig minden rendben van, igen. Figyelj, nem győzöm összegerebézni a taxis vállalkozásomból kifolyólag a pénzt. Úgyhogy minden jó. Minden jó. Hasít a vállalkozás. Lement a türelme tényleg. Azért, mert állunk egy helybe. Hát ez mennyire undorító. Normális. Megint megy le a türelme. Anyukám, én, nekem itt ne packázzál velem, én odalépek, aztán itt kőkövön nem marad most már. Hát nézd meg!
Csak magyaráz. Inkább beszélgessünk. Nem lehet valami témát ilyenkor földobni, hogy mondjuk, hogy kikapott tegnap a valaki, melyik csapat? Vagy valami ilyesmi. Milyen szar csapat a Barcelona, vagy valami... Vagyis, hogy milyen jó csapat Barcelonában vagyunk, mondjuk inkább ezt kell mondani itt. Nem? Kicsit benyolni a helyieknek. Haladjunk már, bazd! Most, tehát ez itt mitől fél ez a sárga autó? Na most lett elegem, gyerekek, most lett elegem! Ó, kurva gyalogos. Rendőrt fogok hívni. Na. Hát akkor... Ami a csövön ki... És lelép! Barcelonában gyalogosnak van elsőbsége mindig minden körülmények között, tényleg? Akkor is, ha nem adják meg neki? Hogy mi ez? Hogy lelépnek? Gondolkodás nélkül ő megy kész. Körbe se néz, le se lassít, megy, lendületben van. Érted? Így mennek. Pedig az autóknak kellene így menni. Hát mert az szennyezi a környezetet, nem a gyalogos. Milyen hülye logika. Sose értettem. Szia, Tocsi! A rendőr se látott még szerintem ilyet. Rohadék! A 74-re gyerünk itt végig, jaszkarizunk aztán. Kíváncsi leszek, hogy 75-re 4-re megvágja a Trafipax. És nem! Nem jelez be. Hát akkor teljesen korrekt ez így. Hú, mekkora baleset, nincs oda csattanás. Nem normálisak. Csíze, belassít a paraszt, belassít! Azért jövök ide, hogy bele együtt megelőzzük itt külső sávról ezt a majmot itt középen. Az belém jön! Hát nincs fék azon a szaron! A francét nem lehet kiszállni ebbe a rohadt autóból, játékból. Miért nem lehet kiszállni? Jól szét kéne verni itt egy-két embernek a fejét. Franc egye meg. Hát most... De ha nem vagyok előtte, hogy áll meg? Becsúszott volna. A kereszteződés közepébe szerintem. Ebben biztos vagyok. Szia, nyúl! Az kicsoda? Üzemanyag? Nyugi! Három sor áll meg a szarházi büdös pánpilla miatt. Nézd meg! Hogy megy? Ilyen peckesen. Oda néz. Hogy igyekeznek fölfele a... Adjatok engem békén, sietek. Tassal vagyok. Nézd meg, hát kihajt! Bazd meg, kihajt! Közben nagyon vigyázni kell most, mert az utolsókat rúgja itt mellettem, mögöttem. Egy újabb munkalap. De panaszkodjunk neki. Sajnos. Emberek. I'm having a tough time dealing with some difficult clients. I'm sure it's only gonna get better. Hát persze, bazd meg, egy pszichológus veszett el benned. Legyünk pessimisták. No, it won't. Nem fog. I've had enough of your complaining. Tényleg? Hát akkor lehet kiszállni a francba? Hát még meg is taposnak itt az egyik bokorba. Nézd meg, azt lement a türelme miatt. Elegem van a panaszkodásában. Hát akkor minek szólaltál meg? Eleged van. Nézd oda! Hol a baseball ütő? Atya úristen!
Most lepörgött előttem az életem. És benne voltatok. Teljesen indokolatlanul állóra fékezte a gépjárművet a rohadék. És sárga autó. Nem mondjátok nekem, hogy nem konkurencia csinálta ezt. Nem a szart nem. Betolom mindjárt valamelyik bokorba. Ezt fölgyújtom az egész autóját. Az biztos, hogy taxis volt. 100%. Nekem nem mondjátok, hogy nem. Nem most kezdtem. A rivális. Érzi. Büntető fékezett. Ez ennyi. Nem magyarázzátok meg nekem, hogy nem. Tudom. És kész. 772 eurót fog fizetni a bácsi azért, mert elviszem A-ból B-be. Ha ezt a fuvart megcsináljuk, tudunk venni egy autót. Viszont a probléma az, hogy nincs üzemanyag. Nincs üzemanyag, de mindegy, vegyük föl a papit első körben. És vagy valamit itt kitalálunk. Valahogy útközben telecsepegtetjük a tankot. A beszállás! Vén ember! Ez nem is olyan... Á, de öreg, elég öreg. Na hol van itt egy benzinkút? Sehol! Atya úristen! Hát akkor... Egy sem esik útba. Hát hogyan? Ilyen, ez a benzinkútjel. Itt ez. Ez. És itt a sárga vonalon megyünk. Hát most, ha letérünk az útvonalról, akkor nem tudom, mi történik. A piros blipek azok ilyen, nem tudom mik. Valami nem jó. A baleset, trafipax. Ja igen, ott van egy benzinkút, oda be lehetne menni talán. Tegyünk oda egy jelzést. Hát oda talán eljutunk ennyi üzemanyaggal, nem igaz? El hát, ne viccelj, hagyjad meg. Kicsit max ugrálni fog majd az autó végén. És akkor mi van? Ha viszont tartsuk be a sebességhatárt, itt nem tudom mennyivel kell menni, 50-e biztos. Hát csak nem 30-al, háromsávos úton. Amúgy a gyerekek, oda kell figyelni nagyon, mert azért itt láthatjuk, hogy van konkurencia itt Barcelonában, és próbálnak bennünket ellehetetleníteni. Kiszagolom én az ilyet. Ha egyre gondoltuk, akkor Peti. Úristen, is oda forgalom. Jaj, agyvérzés. Ezek sárga autók, sárga autóval vigyázik-e nagyon? Bekőtúrni. Ja. Ezt nem tudom, Csabi. Sajnos ezt nem tudom megmondani neked. Szenes tábla. És már lement a türelem. Mert idő előtt gyorsítottam föl. Értem. 2000 métert kell mennünk. 2000. Azért az elég durva. Szikula, üzemanyag felelősünk. Mit gondol? Odaérünk ennyi üzemanyaggal? Ennyire vagyunk optimálisak. Szerintem nagyon jót megyünk. Lesz üzemanyag. Picit még talán lehetne növelni a tempót. Aj te! Úgy tudtam. Életveszély van Barcelonában.
Fú. Hát így van, Max nem paddógázzal veszük be a kanyarat, hanem csak félgázzal. Ennyi. Úgy van. Na, 70. Itt is 70 van. Akkor menjünk. 71-2, jó az. Az a szerencső, hogy ez még ilyen volánzöldes volt. Jó, ezt szeretjük. És akkor itt van egy kék nyíl, lassan itt a benzinkút. Vagy lehet be se kéne ugrani, a gyerekek, olyan fogyasztásunk van, hogy eszméletlen. Sebesség, automatika, az megold mindent nekünk. Nézd meg, itt már gurulunk, gurulunk. Amennyire csak, hát meg azért segítünk neki a jaj, te! Istenem! Olyan nagy alágyultak. Erős jobboska. Igen, és akkor hol a kék? Ez, ja, itt egy balos. Egyeneske. Igen, ott végig hasítunk. Ahol megint volt egy csattanás. Mindig van egy csatt. Szia, Gi. Fuvart kérél a Hős utcába? Kérni, kérhetsz. Én biztos nem megyek oda. Most 860 méter, figyeljetek, nem megyünk tankolni. Jó, oda fogunk érni simán szerintem. Nagyon jó a fogyasztásunk. Komolyan. Bomba. Örni, ezek nagyon jönnek. Hát milyen jó haladunk, te. Harmadjára veri be az utas a fejét. Maradjon köztünk, de megérdemli. Hát attól függ, hogy... Állj meg! Én átmegyek! Hát engem... Hát én nem fogok megállni! Az biztos! Hát mit gondolnak? Hú, te... Ezek igen el vannak varázsolva. El lettek ezek ki... Állj meg a kurva anyjám, itt már csak 30-al lehet menni. Ez egyszer volt. Az idióta. Mert te menj a sarki pékségbe, bazd meg. Graffiti 150 XP. Tényleg erre a fuvarra mennyit kapunk? Vajon? Mordorba sem megyek. Ott is ilyen rossz a helyzet? XP-re gondoltam én, Boton, nem tudom, mondtam az előbb. Lehet rosszat mondtam. A pénzt azt tudom. Szerintem egy 800 eurót is simán kapunk most. Kellene kapnunk legalábbis. Bár ennyire szarrá tört autóval, hát... Meglátják a haverja... Gyerekek! Hát én most nagyon cifrákat tudnék mondani, de úgyhogy inkább nem beszélek. Kilép a bokor mögül a rohadt paraszt. Kilépett! Hát hogy a francba tudtam volna észrevenni? Most mondjátok meg! Hogy? Jaj! Hát ez nagyon nevetséges volt. Nevetséges, fájdalmas. Bazd meg, elütöttem még egy gyalogost. Nem baj, mindjárt elütöm az összeset! Szégyenkezve nézem, jól leadtad. GT versenyzőből taxisofőr. Végül is mindenki oda kerül, ahová való. Éljen az ellenzék. Jaj! Jézusom! Az irítség az megint, néz oda. Befigyel. Ott rohadjon meg, anyját azt. Öregem, de milyen fuvart buktunk. Itt voltunk a célegyenesben amúgy.
De tényleg, tehát igazam van, gyerekek, nem mondjátok, nincs igazam. Kilépett egy szaros bokor mögül. A hülye gyalogos, és 30-a mentünk szabályokat, betartottuk. Jó most az, hogy ide-oda nézegettem, én hova nézegessek az útra? Ez az olyan unalmas. Utas helyébe már rég kiszálltál volna. De hogy szálltál volna ki? Inkább autógrabot kértél volna. Persze. Hogy ki ez a taxisofőr? Úristen. Meg névjegykártyát kértél volna. Meg kezet csókoltál volna, hogy Istenem. Mindig maga jöjjön, értem? Ezt mondtad volna. Ájbén, köszönöm szépen a támogatásod. Jaj, az Ebraha nem belátható. Nézd meg. Berakta az oktatófilmet Supra. Tényleg? Én meg a postás vagyok, bazd meg. Rendőrt fogok hívni. Hát most már de csak nem fogunk itt szórakozni, nem igaz? Megtaláltam a graffitit. Biztos. Basszus, 80 eurós fuvar volt, gyerekek. Megvehettük volna álmaink autóját végre. És nem. Úgy van, törjél meg még jobban, légy szíves. Most tudjátok, mennyi pénzbe fog ez kerülni? 500 eurót szerintem simán itt hagyunk. Tehát a tankolás, most vagyunk 4250 eurónál. Most vagyunk annyinál. 4250 euró. Úristen! Úristen! Hát gyerekek, ez majdnem egy 600 eurós történet volt. 580 egész pontosan. Jól mondom? Jól mondom. 580 eurós történet volt. Ez nagyon fasza. Gratulálok. Nagyszerű. És akkor van 4 darab... Nem, 3 darab skill pontunk. Na várjál, mondjuk ez jó, hogy ide jöttünk. El kell költeni. Melyik legyen? Naponta egy törlése kerül, de ilyen nincs is. Sofőrök kevesebb pénzbe kerülnek. Hát most ez, ilyen nekünk nincs még. Ilyen még nincs sajnos. Műemlékek és nevezetességek felfedezése több élményt nyújt. Tehát több XP. Hát ezt nézzük meg. Üzemanyag szint csökkenésének mértéke alacsonyabb. Munkák elvégzése több tapasztalatot ad. Az utasok nélküli vezetés során szerzett tapasztalatok összege nagyobb. A karaktere gyorsabban... Baszki, ez amúgy szerintem ez lesz itt a meta. Ezt a vonalat kell kihúzni. Üzemanyag szint lassabban csökken. Utasok nélküli vezetés során is lehet tapasztalati pontot szerezni. Ez az, és akkor ez is király lesz még, hogy munkák elvégzése több tapasztalati pontot ad. Na ez kell, ezeket kell, és akkor gyorsabban tudjuk húzni a dolgokat. Nagyon jó lesz ez. Hol vagyok? Ja, itt vagyok. Na jó. Keressünk valami nagyon jó fuvart. Az mondjuk egy 630 eurós. 630 eurós. És érdekes, hogy ott írja, hogy oké, hogy annyit fizet, viszont a XP-be 200-300 között fog adni. Ez érdekes. Nem érdekes? Hát szerintem baromilyen az. Viszont mégis ezt fogjuk elvállalni, várjál, csak ott van abban az utcában. De bemegyünk, szép makulátlan autóval, dobunk itt egy satúféket, kéziféket, berántjuk, beszáll az utas, jól megcsapkodjuk, azt mehetünk is. Mondjuk előtte nem árt, hogyha elmondja, hogy hova akar menni. Persze? Így van. És akkor szépen 30-al természetesen, ahogy az előbb is ugyebár, betartjuk a határokat. Ilyen szűk utcákat.
1600 méterre kell elvinni az utast. Hát ahhoz képest az előző fuvar az nagyon-nagyon jó fizetett. Most ő miért nem megy? Fékezgette. Nézze, fékez, büntető fékezik? Oda néz, miket csinál. Ez azt akarja, hogy belemenjek. Ez egészen biztos. Ez akadálypálya. Tehát ő egy akadálypályát létrehozott itt nekünk. Értem. Viszont mi most kicselezzük. Mi a gyerek? Hát mit hitt? Ilyennekkel fogom itt időzni? Nagyon rosszul hitte. Ej, autó! Hallottam. Hát azért... A hallásom még mindig nagyon jó. Ez meg egy irányú, azért nem lehet, ja. Ez jó nagy szívás. Türelmesen szépen megyünk itt ezekbe a kis szűk utcákba. Jó meg lehet hallani, hogy honnan jönnek az autók. Ez pozitívum. Az előző utas hogy bepofázott, hogy nem akarja hallgatni a panaszkodásom? Hát ez mi volt? Istenem. Tényleg amúgy a világítás nem kéne így fölkapcsolni. Csak hogy idegesítsem az előttem lévőket. Oda néz, hogy megáll. Hát engem ezek a gyalogosok kiégetnek totálisan. Való életben is utálom őket. Aztán mikor gyalogos vagyok, akkor meg az összes autóst. Hú. Ez nagyon így van. És akkor az utasok meg csodálkoznak, hogy miért vagyok ilyen pessimista, meg miért panaszkodok. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Ezt a kérdést, mintha ma már hallottam volna. Who cares? És lehet azt... Jó, legyünk közönyösek. I have better things to focus on. You clearly don't appreciate the beauty of it. Narcisztikus. De az a baj, le fog menni a türelme. Igen, átlagos. The whining is embarrassing. I was simply asking a question. Mi a fele? És lement a türelme az utasnak, baszki. A nyafogásod azt mondja. Ilyen létez... De ez a baj, ebből már nem lehetett kijönni sehogy. Ijaj... Na hát ez kemény volt. Kit érdekel? Hát végül is amúgy ennyi. Hát most nincs igaza? Honne volna? A gáz, itt gyorsan át kell venni. Úgy. Itt 70-es tábla van, ugye? Az hát, lehet menni itt. Jó nagy gázzal, nehogy itt beszoruljunk valahova. Háromsávos út, hát ez itt azért gyakran előfordulnak a versenyzők. Tehát ugye, melyik sáv a versenyzőké? A belső. Hol megyünk mi? A belső sávba. Tehát az forgalommal szembe megy. Bazeg, az forgalommal szembe megy. Az az autó. Vagy nem? Abba a sávba is lehet közlekedni? Abba a sávba is lehet. Ott megy a fekete autó, nézd meg. Ott is lehet menni? Ezt nem tudtam. Hát igen, hogyha ez volt az átlagos, akkor milyen lett volna narcisztikus? Pontosan nekem is ez jutott eszembe, hogy... Lehet inkább azt kellett volna nyomni. A nyafogásod. És
Istenem. Végülis nem muszáj egy jó pofészni az utasokkal. Kit érdekel? Hülye utas, hát ennél jobbat nem tudod volna mondani, de tényleg. A kifelé anyukám! Ez nem itt a délutáni matiné. Szevasz. 5 csillagot azért odaadta a rohadék. Meg borra valót is. Hát igen, mindig vannak ugye olyan jánykák, akik szeretik, ha szadézzák őket. Hát ez most lehet, hogy pont olyan volt. Azt a rohadt életbe. Na. És ő az, aha. Nincs valami drága fuvar itt még? Őket miért nem tudom megnézni? Hát mindegy, vigyük őt, az kész. És akkor most vagyunk 4000 eurónál. Figyeljetek, ahogy meg lesz az 5000, veszünk egy autót. 5200 mondjuk. Annyi, hogy azért 200 eurónk legyen. Bár lehet, hogy kell majd pénz is ahhoz, hogy valakit fölvegyünk dolgozni. Lehet, hogy az is majd pénzt fog igényelni. Azt sem felejtsük el. De amúgy nem nagyon éri meg ez a tötymörgés szerintem. De ezt most már mindenki alá támaszhatja, nem? Úgyhogy egy picikét keményebben fogunk venni. Igazából ilyen 30-40 eurókkal ad többet a küldetés talán, és XP-re is szerintem ez vonatkozik talán. Ja, hogy ő most itt... Aha. És itt a rendőr! És nem tesz rendet! Hát ez valami, ez parád, és hívunk ide egy rendőrt, aki szépen rendet rakott, úgy van, és akkor most jövünk. Bekapcsoljuk a turbót, hadd szóljon. Le van szarva az utas. Menni fogunk, nem fogunk itt gatyázni. Ahol lehet, megyünk szépen. Előzgetünk. Piros lámpa is olykor beleférhet. Az a csík az azért van, hogy azt be lehet osztani. Nincs igazam? Na. Ez szerintem rohadtul ez így működik valójában. Hoppa, egy kicsit túlmentünk. Inni. És akkor erre kapunk egy 4 csillagot, ha minden igaz. Így van. És még borravalót is ad. Hát annyira élvezte ezt a száguldozást. Na! Ugye? Jól van. Viszont vezetésen kívüli... XP-k azok hogyan jönnek? Közben ide már mehetünk is. Húzzunk bele, taposunk bele. 2 jól fizető küldetés kell, és akkor úgy... Ez most lesz egy 400 euró. Hát akkor inkább 3 küldetés, és akkor lenne kis költőpénzünk, valami tartalékunk is azért legyen. Hey. Nehogy itt két szék közé üljünk. 1800 méter? Akker, és csak ennyit fizet? Ez nagyon kevés. Hát ez lehúzás. Na, gáz, menjünk. És egyébként tényleg többet fogyaszt az autó, hogyha nyomjuk neki. Úgy tűnik. Föl kéne csapni a járdára, azt ott végigmenni.
Politikus, ha elütök, plusz 10 000 XP. Láttál már politikust? Elütjük. Mi lennénk itt a hősök? Ej, nem lehet körbeautózni őket a rohadt életbe. Dehogy Isten. Hogy ne lehetne, csak akarni kell. 2200 méter. Isten. Nagyon messze van. Most itt akkor szépen. Micsoda a türelem, az hogy ment le ennyire? Jó. Az nagyon durva. Úgy érzékelt, hogy átmentem a szembesávba esetleg, akkor szokott ilyen agresszívan nyilatkozni az utas. Légkondi? Be van kapcsolva? Semleges hőmérséklet legyen. Így van. Érezze most jól magát az utas. A türelem az vajon vissza tud menni? Tudja, hogy nem. Vagy visszamegy? Az lenne az igazi. Rádiót lehet kapcsolni? Kapcsoljunk. Ez az! Egy kis diumvisú. Hangerő maxra, ablak le! Az meg hangerőt akartam! Ez a max hangerő? Akkor mindegy. Lehúztuk az ablakot. Süvítsen a szél! Marjon bele a lombkoronába a szellőcske. Nyugodjál már le! Kiraklak itt a francba. Hú, gyerekek. Ez sok, tényleg. Durva, amit csinálunk most. Még egy apró balhé, és végünk van. Még egy apró balhé. És még 800 métert kell megtennünk. Nagyon figyelni kell a táblákra. Itt gondolom 50-es a megengedett sebesség. Kabin fények. Hát hadd menjen, örüljenek. Lassan 50. Piros lámpa. Jó. Tehát a fékezésem nem tetszett neki? Ez biztos? Kupás kihívás? Hát az nem fizet jól. Eddig legalábbis nem fizetett jól. Az olyan kis semmilyenke. Sajnos. Négyszáz méter. Jó a zene, nem? Szerintem jó. Ada egy kicsit így az izgalomhoz. Fokozza.
izgalmassá teszi a taxizás. Baszd meg! Rohadt paraszt! Mocsadék! Hát ilyen nem létezik! Hát még jó, hogy emiatt nem vontak le tőlem semmit. De komolyan. Kész csoda. És itt nem lehet elmenni balra. Hogy ne lehetne, gyerekek? Hogy ne lehetne itt elmenni balra? Simán el lehet menni. Persze, hogy el lehet. Ez a marha kett. Sose lesz másik autónk. Ne! Hát de baszd meg! Normális! De most hagyja, hogy tovább guruljak. Na jó. Hát ez szép volt. Ez még ide kellett. Szerencsé, hogy nem sérültünk meg annyira. Összegyűjtjük, begyűjtjük, jó. És itt elvileg van egy utas valahol. Ezt el lehet vállalni. Pedig megint a végén voltunk. Nem, egyszerűen nem bírok lassan menni ebbe a kurva játékba. Nem megy gyerekek, nem megy. Piros lámpa meg lassan menjek. Nem megy. Kész. Billentyűzete legére nem lehet itt lassan menni. Rohadt életbe bele. Kormány kellene meg pedál. Francba, nem lehet. Két tényleg nem lehet. Nem lehet ezt. Már is, természetesen, ahogy óhajtja, uram. A rohadék. Nézz oda. Ha! Ember eszebb. Megáll. Hát végülis nem kell lassan, de kell azért. Kell azért, az előbb is. Akkor hát... Minden szarén levonnak itt tőlünk pontokat rohadt életbe. Jobban, szupra, köszi, igen. Jobban. Igen. És itt is meg kell ugye állni. Piros lámpáért mindig fixen levonnak. Szembesávért, gyorshajtásért, ugye. 10 km per órás tűrés határ azért még úgy van, azt hiszem. Hát, mikor hogy jön ki? Mikor milyen kedve van az utasnak? De tényleg amúgy. De abszolút ezen múlik. De megint levontak tőlünk. Hát a jó, itt ebbe a keresztedődésbe mindig levonnak tőlünk. De miért itt 30-an lehet csak menni? Vagy mi fenn? Megint, nézd meg. Megint. Nem értem. Hát lehet, hogy nem nekem való ez a szakma. Fú, gyerekek, tudjátok, mit kéne csinálni? Turista busz szimulátorra játszott, csak abban annyira... Egy újabb munkanap, igaz? Yep. Unlike some people. What do you mean? Vád! Probably just sit at home all day doing. That's a pretty unfair assumption. You don't know anything about me or my job. Csökkenés, ez nem tudom, mi lehet. You work. Please, I highly doubt that.
That's none of your business. Just focus on driving. Úristen! De nem ment le a türelme. Nem ment le. Érted? Bírta a kritikát. Mi egy igazi, kiállhatatlan öreg emberek vagyunk. Istenem! Szia, Gergő! Hát megkapta, minek kérdezősködik, persze. Így van. Szarházi. Az igen, Botond. Saját vagy olvastad? Jó lett. Akárhogy is legyen. És gurulunk vissza. Abbas a nagy matrica felragasztva a taxisra, nincs kommunikáció. Hát lehet azért, lehet. Módjával. Nem mindegy, miről kérdezősködnek. Az a helyzet. Hát azért agresszívak vagyunk olykor. Bizonyos témákat nem kedvelünk annyira. Szóval turista busszal az a baj, hogy ott alig van FPS. Még ezzel a videókártyával is érdemes lenne kipróbálni, bár szerintem az a világ legrosszabbul optimalizált játéka. Fú, pedig azt nagyon szeretem, ott olyan jó a buszoknak az irányítása, a turista buszban annyira jó volt, olyan szűk utcákból kellett menni olykor. Azokkal a rohadt nagy buszokkal, mert nem tudom, hogy hol tart a játék, egyáltalán fejlesztik-e vagy sem. Jó volt, hogy lehetett vállalatod. Ugye a döbásznak is ez lenne a lényege. Az is már évek óta fejlődik, aztán sehol nem tart köbö. De legalább fejlesztik fokozatosan persze. Abba is kellene, meg lesz is majd ilyen karriermód, ilyen vállalat és a többi. Ez ki tudja. Azt hiszem személyautó. Igen, volt személyautó, azzal lehetett menni szervizelni más buszokat. Igen. Jó, ez ilyen játékban amúgy szerintem rohadtul van potenciális. Ott a buszoknak nagyon jó fizikája volt szerintem. Rohadt jó volt. Bár nem vezettem még buszt. Terautót vezettem, de... Hát... Ja, hasonló azért. Tehát szerintem jó. Jó meg volt csinálva. Nagyon jól. Kicseszett király. Na jó van, gyerekek, mi erre nem érünk ám rá, bazd meg! Listálóját már bele. Vár az utas. Idióták. Az a szerencsé, hogy ilyenkor legalább lehet haladni. Hát ha nem tudja meg, akkor semmit, Gergő. Ilyen egyszerű. Ugye nem tudja meg. Nem akarnék vele balhézni fölöslegesen. Ha nem muszáj, akkor... Jaj, akkor balhénuk. Lassan szintlépés megint. És ez azt jelenti, hogy a munkákért több XP-t kapunk majd. Ha-ha-ha, ami nagyon jó. Persze, ahhoz haza kell menni majd. Ja, és tempó, haladjunk. Türelem az mehet lefele nyugodtan. Mondjuk itt van egy nevezetesség, ezt lehet meg kéne kukkantani gyors. Ja, hogy így is meg lehet? Hát akkor jó, meg is van. Jó, ez a zene amúgy, hogy váltsunk csatornát? Válthatunk csatornát. Maradjon jó ez? Szerintem nekem tetszik ez a stílus. Én bírom. Ez ilyen... Ezt milyen műfajba sorolnátok ezt az zenét? 8000 XP milyen lesz majd szintépés, tehát akkor még ilyen 1850-es XP kell. Electro Future? Tényleg? Az. Honos 4-es? Valóban, most hogy mondod, tényleg? Öregem, csak akadályok vannak. Igen. Egy durva balos.
Ez ilyen cyberpunkos zene, nem? Azt hiszem ott voltak ilyen zenék. Synthwave? Tehát ezt hogyan mondod magyarul? Ezt minek lehet mondani? Hát most nem... Én is... Nekem is ez a szó jutottam, hogy eszembe először, de ez olyan hülye hangzik, hogy nem mertem mondani. Hát minimálisan érintettünk-e apádat! Itt állunk, bazd meg, az belénk jön. Hát megy mindenki keresztbe kasul. Balról hogy jöhet? Ej, oppá! Halálvágyad van, vagy mi? Anyádat azt. Anyádra vágyom. Baromarc. Nem a halálra. Hülye gyerek. Mazsola gyerek. Mit ugat? Nyugavén nem működik a közlekedési lámpa? Hát én ezt nem így látom. Itt lehet menni, mint az atom. Baleset van. Ez az! Adjátok neki! Adjátok neki a mocsoknak! Belement, megölte majdnem, júj! Jó van. Úgy van, ott meg a másik baleset. Ide hallottam. Csak pont nem értem el innen azt a nevezetességet francba. Mindegy, csak jövünk még. Na itt lesz, itt gyorsan, menet közbe. Jó, megvan, 2000 XP. Ez az, ezeket így kell. Gyorsan, fürgén, fiatalosan. Tuti 30-as tábla van. Ha biztos, hát persze, nézd meg. Hát itt ez... itt ugye könnyen lehet utcai bunyó. Menjünk mondjuk egy 30. És az a durva, hogy már mióta gurulunk. Legyen is 33. Öcsém. Tiszta Budapest. Figyelni kell nagyon a bokrokra. Ha egy gyalogos elütök, vége mindennek, kész. Ennyi volt. Nem koncentrálok. Camp Nou? Tényleg? Felrakhatták volna siván. Goodbye. És komolyan. Na, hát ez megvan. És még borravalót is adott. 372 euró. Oké, jöhet a következő. Na és akkor most, hogyha a következő fuvar meg lesz, azonnal megyünk és veszünk egy autót. Hát, abból majdnem nem lett autó. Azt a három embert elütjük, az 300 euró. Nézd meg, bazd meg, a gyalog átkelő hely kellős közepén gondolkodik. Hopp, az egy rendőr. Nem kéne száguldozni talán annyira. Taxisok vannak, túloldalt. Na ilyen még nem volt. Baromarc! Nem látod, hogy jövök? Mint az állat. Taxis nem áll meg. Csak lassít. Nekem is így kéne az utasokkal. Nem állok meg, csak lassítok. Azt hiszem itt voltak a taxisok, nézd meg. Itt a konkurencia, itt a konkurencia. Rohadjatok meg. Ezeket mind föl kéne gyújtani. Konkurencia, elviszik előlünk a melót. Még a kollégák elől. De befele, haladjunk. Amúgy előttünk egy kupás meló van. Ez mennyit adna? Á, semmi. Semmi extra, és 1800 méter megint. Jaj. Ez rablás, gyerekek, rablás van. A rablás van folyamatban. Ez az utas egyelőre elég jó fejnek tűnik.
45-tel megyünk és mentünk, és nem szólt be. Várj egy jobbra, ugye? Bazd meg. Ez, hogy nem szól be, a be is szólt. Kicsit keresztbe álltunk az úton. Ha úgy érzékelt, hogy szembe sába megyek. Befosi. Hát én nagyon haladtam volna a helyedbe, majdnem elütöttelek. Tölts meg ugyanúgy. Fakket ez tényleg, ez lehet, hogy Tesla. Igazad lesz. Erre nem is gondoltam, én Toyota Prius mondtam, de hát az már elég ilyen régi autó. Biztos, hogy akkor ez lesz az, ja, igazad van. Ujj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 
dráma, nagy útépítési munkálatok, egy. Hát, az meg biztos. Az is megvan. Na jó, húzzunk bele. 74-nél, 75-nél nem szól be. Kicsit följebb gyorsítunk. 78, 77. Ez 76, 7, 8, mikor hogy megy. Na ennyinél beszól-e vajon? Tűnik, hogy nem. Barátságos. Van egy garázs. Itt van egy ilyen. Ezt meg kell nézni. Ez az. És 200 XP volt. Szuper. Ezeket gyűjteni kell, mert nagyon jó XP forrás. És ezzel piszkosul meg lehet gyorsítani a fejlődést. A melyik sáv rajtol jól? A jobb szélső, oda néz! Mit rajtol a gyerek? Az igen. Itt palódat bent is volt valami! Az is XP! Ez az! Gáz, 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 gáz! Nézd meg ezekben a kis utcákban is hogy megyek. Ez nem szól be. De normális ez az ember. Bár lehet, hogy mindenki megszokta. Törzs uta! Na most beszólt. Most ez már nem tetszik neki. Megelégelte. Már fél. Barcelonai piac. Barceloneta piac. Jó hangzik. Model Y koppintás? Hát én nem vagyok nagyon otthon a Teslákba, nagyon ismerem őket. Mondjuk én nem tudom, az elektromos autózás az annyira nem a szívem sücske, de érdekes dolog ez nagyon, mert kívülről még nem próbálsz egy elektromos autót, vagy egy hibrid rendszert, hát én hibrid rendszert azt hajtottam elég sokat, meg lehet, hogy fogok is. És azok nagyon-nagyon jók. Nagyon jó, szerintem. Hogy egyszerűen amikor így hangtalanul siklasz. De amikor konstans hangtalanul siklasz, az nem tudom, az már elég durva. Elvállaljuk még ezt a melót? Vállaljuk el. Sztoriban vagyunk most, gyerünk, toljuk. És akkor legalább lesz költőpénzünk bőven. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mennyire tudtok azonosulni elektromos autókkal kapcsolatosan, hogy mennyire kedvelitek az elektromos autókat. Vezetés szempontjából milyen? Mondjuk egy benzineshez vagy dízeleshez képest. Élményre milyen élményt ad? Mert szerint, én mondom még egyszer, hibrid. Hibriddel nekem semmi gondom nem volt. Nagyon jó. Nagyon jó. Mondjuk én sose voltam ez a nagyon gyors, rúgatós, őrültködős figura. Szóval meg ezek a sufni tuningos megoldások, hogy kályhacsővel szerelek a gépjárműre, és akkor olyan hangja van, hogy
az egész város fölébred rá. Ezeket sose kedveltem. Egy, ha szívód van nulla erőben. Az jó. Ez a beszéd. Kitartáshoz. Most mire szóltak be? Az utasok. Most nem is értem ezt. 30-an lehet csak közlekedni, vagy mi? Ó, na nem mondod. Tuti, hogy 30-as tábla van itt. Alonso-nak nyaralója itt. Szerintem inkább Madridban van. Barcelonába egyszer se tette be még a lábát, tuti. Madridista. Ott a szintlépés, tehát lesz 2 darab skill pontunk, gyerekek. 2 darab. Az nagyon jó. Csak itt már 50. ID3. ID3-as Volkswagen. 94 csendes. Tára meg már kezd zajos lenni. Nem tudom, mi az az ID3. De jó hangzik. És a Volvo pedig 200-nál produkálja azokat az zajokat, amiket az ID3 150-60 környékén. Ajjaj, ezek milyen hangok? Kellemetlen? Azt a... Mi is az? Az a hülye barom belement a konkrétan a helyszíne. Can you please drive more responsibly? Bocsánat. Hát ez az én hibám volt most valóban. Urva anyját, belógnak a falevelek, a faágak. Hát így nem lehet vezetni. Tiszta életveszély van. Hol is tartottam? Megint el fogom dobálni ezt a melót, gyerekek, aztán utána meg siránkozhatok, meg szentségelhetek. Na mindegy, nem tudom. Barcelona éjszaka. 2 nénivel. Mindjárt ott vagyunk. Aztán garázs. És... kíváncsi leszek. Balódat meg lehet állni végig ezek szerint? Szép. Oké. Okay. Ez a 400 euró. Szuper. Oké. Okay. Oké, okay, keresünk akkor valami garást. Ott is van. És akkor ott szépen leparkolunk. Rendbe rakjuk az autót. Illetve nem. Nem rakjuk rendbe, mert az is ugye plusz pénz. Vegyük meg az új autót. Aztán meglátjuk, hogy mit lehet kezdeni vele. Szia, Kizsó! Érdekes, amit írtál. Alonso 2003-ban ezen a napon szerezte meg az első F1-es pontjait az Ausztrál rajdion. Kinek a színeibe? Egy csapatnak a színeibe? A Renault színeiben?
van bent valami átványosság, ha minden igaz, nem? Vagy miért nem tudom felfedezni? De hol a garázs itt? Ja, megvan! Ott. Oké. Na persze. Itt már jártunk egyszer. Ez jó hely. Na, sajtó. Minardival? Renault akkor. Ez mi? Szét van törve az egész autónak a karosszériája ezek szerint. Hát jó, már most és akkor mi van? Húha. Ez viszont szerintem kicsit durva, hogy nem lehet hitelt fölvenni. Na, akkor vegyük meg ezt az autót. Ezt. De ez nagyon sokat fog ám fogyasztani. Ez annyival jobb ez az autó, mint ő, hogy semmivel. Semmivel. Komolyan mondom, semmivel. Tényleg. Viszont, hogyha most ezt az autót nem vesszük meg, akkor... Hát akkor nem tudom. Fasz. Fasz, megvegyük meg. Hát megvettük. Úgyhogy... Megvan az autó. És... Lehet, hogy ezt az autót el kéne adnunk a mostanit, és megvenni ezt az újat. Na de nézzük meg első körben a menedzsmentet. Ha profitot szeretne keresni az autójával, akkor rendelhet hozzá egy sofőrt. Először is fel kell venned egy sofőrt, ehhez lépjen tovább az alkalmazottak részhez. Aha. Itt láthatja a bérelhető járművezetőket a fekete hátterűek. És a sofőrök, akiket felvéreltél, még nincs. Válassza ki az egyik sofőrt és bérelj fel. Láthatja, hogy mindegyiknek más-más adatai vannak. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai is. Ezek a játék során változhatnak. Új sofőrök állnak rendelkezésre minden 3 órában. Tehát 3 óránként ez frissül. Oké. Okay. Rendben. Jó. Na most itt van Erika Benitez. A munkavállaló több pénzt keres a feladatok elvégzésért, minden szint növeli a nyereséget. És van egy hátránya, hogy beteges. A munkavállaló hetente sok betegnapot vesz ki. A napok száma a szintjükkel együtt nő. Úristen! Kereskedő. Nikolász. Ő kereskedő és rossz sofőr. Ajaj, a munkavállaló autóját gyakran kell javítani, a kitartás csökkenése minden szinten nagyon pászek. Ne. Ajjajjajjajjaj, hát szerintem legyen ő, Nikolász. Igen. És külön körzetekbe lehet küldeni? Menj már! Válassza ki a műszak kezdő óráját. Micsoda? Tényleg ilyenek vannak. Ez tök menő. És találkozhatunk is vele? Vajon? Hát hova küldjük? Mit tudom én? Hol vannak jó fuvarok? Belváros. Egyszerre csak egy hely. És ő hol született? Ilyen van, hogy született center. Ez nem tudom, lehet valami hülyeség. Oké, mindegy. És akkor munkaidő, tehát műszaki idő 8 óra. De ez most hogyan van? Ezt most nem értem. Igen, rendben van ez a dolog, ez tök jó. De most ő hogyan dolgozik? Ő ott legyen. Délután
Hát mit tudom én? Inkább legyen így mondjuk talán, vagy passz. De akkor, tehát ja, több járművezetőt nem lehet. Engedje ki az illesztő programot. Itt a fordítás az elég furcsa. Nem gond. Van itt egy olyan, hogy semmi. Őket én hiába veszem föl.